Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 13 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Hello. Hát, hello, drága hallgatók. Újra itt vagyunk, kipihenve, lebarnulva, napsütötten, Velencei tó áztatott testtel. Érzem. Vár romos porosan. Ez csak a Feri lehet. Ez már csak én. Baklava szószban. Igen, nem tudom, török rizssel megkenve. Úgyhogy megérkeztünk élőben. Egy hét. Azt írja valaki, hogy ez a legnagyobb sztároknak is járna, jó, de mi mit csináltunk? Teljesen jogos a kérdés. De abszolút jogos a kérdés, így van. Visszatértünk, és vagyunk is egy ideig. Baklava egyébként nem volt a menüben ezen a héten, viszont azt nem mondtam, mert ott is voltam, hogy hétfőn az Erős Antóniával együtt zsűrizhettem többek közt. Na, elvállaltad végül? Zsófival, igen, az ország cukormentes tortáját. A leendőt, mert nyilván benne volt. Nyilván benne volt. Nők és torta. Antónia és torta, és Tejszíjab és Antónia. Szembeültem vele. Ó, igen. Jaj, nézd már, bepottyant valami. És egy kis pici kis Tejszíjab, nem. Bár én jobban szeretem, háttal vannak nekem, de. Igen, mindig zavar, ha szemedbe néznek. Nem bírod a szemkontaktust. Zavarba jövök tőle. Igen. Ilyenkor viszont letakarod. Ha háttalálnak, mindig elememben vagyok. Igen. De hát, ha szemben van, akkor mindig fogsz egy párnát és áragod a fejére, és akkor nem zavar. Hát, ráadásul nála nem is lenne ezzel probléma. Ezzel sem. Igen, ott a bicepsét kéne eltakarni, engem azt frusztrálna. Engem már nem frusztrál sem. Olyan bicepszem, ha én nézem a iradóton, úristen, milyen karja van, te jó isten. És elcsomagoltattad a maradékot? Hogyne? A tortákból? Hát külön hűtőtáskát vitt. Tudta, hogy valami marad is. Elnézést, hoztam hűtőtáskát, egy jégakú csomagoltattam volna. Ha maradt volna? Ha jó lett volna, ja. De volt olyan is. Aha. Volt olyan is egyébként, elég széles volt a felhozatal. De volt, ami nem volt jó? Hát, akadt köztük. Hát egy versenyen az előfordul. Előfordul, hát, igen. Vannak, igen, vannak, igen, voltak azért olyan meglepetésszerű dolgok, amikor azt látod, hogy például egy konzerv bébi répával van díszítve a répatorta. Vannak be csodák. Tehát, hogy azért igen, valahol megállt az idő, de hál' Istennek nem mindenhol. Gyerekek, foci BB ide, foci BB oda. Kezdődik Wimbledon. Azt a kutya fáját neki! Miért? Ráadásul még ez is. Kezdődik Wimbledon. Nem, vége volt? Vége volt, és úgy egy évig tartott. Nem egy folyamatos város. Azt hittem, hogy ez egy ilyen létező település. Ja, Istenem, gyerekek, kezdődik Wimbledon. A rohadt életben. Ma? Ma. Igen, ma nem tudom, hogy Roger ma játszik-e, vagy hogy csak holnap lép pályára. De ma elkezdődik. Ja, mert ez egy tenisz. Aha. Ez az. Kisebbségben leszek, azt hiszem, ma azért többen néznek futballt, vagy hát az egész világon, mint a teniszt. De mondom a teniszrajongóknak, hogy ma főtábla. Férfi főtábla. Jó, de jó. Kezdődik Wimbledon. Én is tábla, ez ilyen bíróságos sztori? Igen, a legfelsőbb tábla. Igen, első fok, másodfok főtábla. Nem lehet itt élő tábla, hiszen Wimbledon. Ja, tényleg. Tehát kis butus. De csomóan ott élnek Wimbledonban, úgyhogy abszolút itt élő. Mikor lesz a mérkőzés, amely számunkra izgalmas, tehát hogy is mondjam, tétje? Hát, az a második hétben. Tehát ott kezd, ott talán. Nem láttam még a sorsolást, de megnézem majd. Vetek rá egy pillantást, gyerekek, úgyhogy egy éve ilyenkor én is ott voltam kint. De jó is az. Tegnap néztem Rogert egyébként. Igen, mit csinált? Láttam, a füvet nyírta hátul náluk. De nem a kutyakakát szedte össze zacskó. Egy reklámot láttam, és nagyon imádom ezeket a reklámokat. Messivel szerepelt, a Lion ellen, tudjátok. Aha, igen. Azzal szerepelt egy reklámba, és marha jó pofa volt, egy zsilett reklám volt, egy ilyen zsilett penge, vagy mit tudom én, egy ilyen borotva reklám, és ugye az volt a lényege, hogy ezeknek a pengéknek, vagy ezeknek a nyeleknek az alján mindegyik országnak ott vannak a színei. Tehát, hogy mindegyik országhoz, és akkor választhat, igen. És amikor nem a sajátját választja, tehát nem Svájcot választja, hanem egy másik országét, például Japánét, akkor abban a pillanatban, ahogy húz az arcán egyik kis csíkot, abban a pillanatban átlényegül, és megjelenik Roger szumó birkózók. Különböző karakterek, különböző karakterekben tűnnek föl, és igen, mindig azon ország karakterében, amit ugye amit választanak. Igen, ez egy jó reklám. Elengedik a solymokat, gyerekek, szépen a Wimbledoni solymokat, hogy vannak Wimbledoni solymok, hogy elkapják a madarakat, hogy ne egyék meg a fűmagot. Kézzel legyék. Galambokat engednék el. Mi van? Nem hiszed el. Hát húzza be a pálya tetejét, ne szálljál. Hát eső van, be tudja húzni, Wimbledoni solymok vannak, akik figyelik a pályát, és elengedik őket, hogy kapják el a rossz madarakat, akik ugye odat piszkítanak a gyepre, meg megeszik a fűmagot, és ilyenkor elengedik a Wimbledoni solymokat.
Nem hiszed el. Tudtam, hogy betegek az angolok, de nem hiheted, mégis egy szigeten ezek a rossz madarak, tudod, akik azt látja, hogy fű, neki csak fű. Neki az csak fű. Nem tudja, hogy azt a füvet... Ez tenisz fű. Eszengyebb, te parasztmadár, te barom. Nem tudja, hogy arra egész évben nem lép senki, hogy ott nem játszik senki, hogy egyetlen egy ember melegíthet csak a center pályán, az Roger, akinek megengedik, hogy a centerem melegítsen, mert egyébként senki nem melegíthet a centerem. Senki. Rogernek így 17 Grand Slam után mondták, hogy jó, oké, akkor te kicsit melegíthetsz a centeren. Roger beüt a centeren. Senki nem üthet a centeren. Ah, bemegy a kis tímjével, és a Kongó 15 ezeres centerpályán egy kicsit ott beüt. Aha. Egyébként mindenki hátul edz a füves edzőpályán. Roger a centeren. Ez diszkrimináció. Ez nem Anglia? Hát, Kongó, Kamerun egy csomó helyen rendezik. Diszkrimináció hát egyébként. Hát most miért? 17 után, ha engedjék már meg, hogy edzen egy kicsit a centeren. Miért azt akkor, nem tudom, mondja még egy ilyen játékos, hogy ott van, mondjuk a Nadal az nem edzhet. Érted? Akkor a Rogernek lesz ebből előnye. Hát ő is fűvön edz, tehát hátul is fűvön edzenek, vannak különböző edzőpályák. És akkor... és a Wimbledon is sólyom, azt tudja, hogy nem szállunk a pályára? Ő tudja, hogy be van idomítva. Ő mindig elmegy, és ő a Trafalgar Square-en kaki legyet, és akkor visszajön utána Wimbledonba. Tehát ő tudja, hogy ő hova kell menni, így van. Így van. Vagy a London Bridge-nél ott kaki legyet, csak visszarepül Wimbledonba. Látod felé, nincsen nagy különbség egyébként Bob Merle és Roger Federer között. Mind a ketten fűvön edzenek. Na mindegy, úgyhogy kisebbségben vagyok erősen, most itt mindenki futballázva nék, de azért én beszámolnék a wimbledoni hírekről. Jó? Hát tudom, hogy úgy is úgy csillog a szemetek, mikor ezért teszed. Várjátok, hogy mi a helyzet Wimbledonban, és a hallgatók hogy csillognak, nem utcán gyerekek, ezt nem tudom elengedni. Én minden ilyen kis percet, és ezeknek bajlok, mint a siesta. Itt a rövid siesták, de azok. Igen. Mérnek Böhönyén a vasútátjárónál a Nagybajon felülérkezőket, kaptuk SMS-ben, 54-es úton kiskörösön mérik a Soltvadkert felé haladókat a körforgó előtt, Anonymous. Üzente nekünk, motoros gázolás a Kerepesi Pongrácz kereszteződésében, üzente. Csaba, Törtel felé készülnek a fotózásra, Fupi, vagy Fupe küldte ezt nekünk, Kaposvár felül érkezőket szintén mérik Böhönyén, de ezt mondtam. 85-ös főút Fertőszent Miklós és Peresztek között egy kanna gázolaj szétömlött, és üzenem a rendőreinek, hogy tegyenek már rendet az M1-es autópályán, a román kamionok, amit művelnek, az életveszély, írja egy hallgató. Ezek már a maiak, vagy pedig a múlt hét hétfőtől kezdünk el törleszteni? Igen, kicsit lelkifurimban. Július 11-én lesztek Füreden, mert akkor beírtam a Szabin, léci, mondjátok be. Igen. Így van, július 11-e Füred. Balaton-Füred, ez az Aquapark, a szokásos helyünk, ha lehet így mondani. Na végre, hogy éterben vagytok, úgy hiányoztatok, mint drogosnak a napi adag. Hát ez kedves, nem? Szép a hasonlat tényleg. Igen. Hello fiúk, üdvözöllek benneteket Dubájból. Itt hallgatunk benneteket, nagyon meleg van minden, nagyon szép. Ha ezt beolvasnátok, megköszönnénk, Zsuzsi és Feri. Zsuzsit még értem, de a Feri mit csinál? Hát dubái sejkek biztos. Mesztelenülő és úszkál egy medencébe Feri is. És néha a golflabdákat lövöldöznek rám. Hogy mit érnének el a magyarok a VB-n, ha kijutnának az első gépet visszafelé? Írja nekünk egy hallgató, igen. Aztán anyait, apait beleadtam, hogy leszokjam, vagy leszokjak rólatok. Nem ment, lehetetlen, ez van. Úgyhogy nagyon klassz napot nektek. Miért akar valaki leszokni? Tehát szeretsz valamit, voltunk, de megpróbálsz leszokni? Hát, hogy mit csináljon addig, amíg egy hétig nem vagyunk, és ismétlés van. Nyilván mindent hallott, és akkor gondolkodott, hogy akkor ez az egy hát hetet. Hogy akkor most megpróbálják. Szegény jövőlátó, a portugálokat látta az első helyem. Kovics Anyi. Valamelyik jövőlátónk azt írt, hogy a portugálok? Igen. Igen? Akit fölhívtunk, de az édes nagyi volt, nem ő volt, hanem utána fölhívtunk valakit. Nem az érett nagyi. Nem az érett, de Imolát hívtuk talán. Ugye, és ő bemondta a portugálokat? Igen. Igen. Viszont az érett nagyira majd rohanyunk, akkor átcsöröghetnénk. Meg még egyszer, nem olyan jót beszélgettünk egymást, olyan aranyos volt. Érett nagyi, így van. Na jól van. Egy kis segítséget szeretnék kérni, mielőtt belevágsz valamelyik kedvenc témádba, legyen ez a tenisz, vagy az elmentes övezet. Vagy a tenisz. Vagy inkább a tenisz, hogy az van, hogy mi a BK-val most évfordulót ünnepeltünk. Na. És bizonytalan vagyok benne, mert van az a babona, hogy a 7 évvel ugye mindig gond szokott lenni. Az nem babona, azok a tények. De tényleg? Ne reménykedj. Na várjál, na. Mondom, mert mi most úgy vagyunk, hogy letelt a 7 év. Uh-huh. Tehát most már a 8-ba lépünk, de ilyenkor mit kell nézni? Az elejét kell nézni, tehát a 6. végét kellett volna nézni, uh-huh. és túl vagyunk azon az éven, ami életveszélyes, és mindannyian külön uh-huh. fogunk élni, gyermekeink pedig a nyomorban fogunk tengődni és sírnak. Túl vagyunk rajta, vagy most kezdődik az az év, amire figyelni kell. Hát, mikor indultatok? Honnan számoljátok? 7 évvel ezelőtt. Az első közös sóhajtól? Igen. Ha érted, mire célzok? Megvoltál, te
is nekem, na akkor indul. De Feri még csak fél perc van. 15 másodperc. De Feri, Feri. Jó. Jövök. Pálya. Na, Feri még zuhajzok. Hát ez már utána volt, a négy után. Na, tehát ha innen számolom az első plutytól, igen, akkor most letelt 7 év. Tehát 7 egész éven túl vagyunk, aha, és most van a vége, már a 8-at tapossuk 20-a óta. De akkor ez volt a 7. évfordulótok? Igen. Aha. Itt hát az ideje most vagytok csatok benne. De ne, hát letelt 6 egész év, meg még egy év, tehát 7 év. Aha. Hát akkor túl. Ez már 8-dik. Aha. Nem? Hát ez most már swinger klub. Azért nyissatok más bungalók felé is, Velencén most már. 8 év után eljön az idő, hogy valamit figyelj kell csinálni. Hát, na, egyáltalán kezdjük ott, hogy egyáltalán igaz-e ez, hogy a 7 éves évfordulókon, tehát 7, 14, 21-en mindig történik valami, és nagyon sok kapcsolat itt megy tönkre. Én nagyon sok olyat hallok, hogy ez igaz. És akik kiszámolják, és akikkel történik, ők tényleg a 7. évben mennek szét. Nekem nem egy ismerősöm ment szét a 7. évben. Vagy mentek szét. Mert hogy valahogy addigra csúcsosodott ki ez a dolog. Mi ezért csak a páros éveket ünnepeljük. Aha. Tehát 6-8. 6-8 így van. Tehát szerintem van benne valami. Tehát hogyha ezt ennyien mondják, meg ennyien csinálják, illetve ennyien mennek szét, akkor abban kell, hogy legyen valami. De mi van? Miért pont a 7. Azért, mert 7 évente mindig kicserélődnek a sejtek, és én is érzem, hogy picit más lesz. Igen, de ez most a Velencei szokott. Ez azért nem jó, mert ha 7 évente cserélődik a sejt, akkor neked 7 éves korodban, 14 éves korodban és 21 éves korodban, igen, cserélődik, várjál. 24 éves korodban összejössz valakivel, érted? Igen, igen. Akkor neked a következő sejtcseréd az 28 éves korodban lesz, viszont a 24 éves korodban összejött nővel csak 31 évesen lesz a hét. Érted? Tehát nem feltétlenül esik egybe a sejt cserélődés. Hát ez már ilyen Stephen Hawking-os. Hát egy kicsit. Ez már olyan magasság. Igen, és akkor... Ezt már én sem értem. Értem, hogy mondasz. Tehát nem feltétlenül esik egybe a 7 éves évforduló, a 7 éves sejtcserélődés. De a kérdés, hogy van-e most félnivaló? Van-e egyáltalán félnivaló a 7 évtől, és én most benne vagyok ezt egy, a 7 évtől. Most nem, tényleg, Feri nevet személyeskedésnek, de szerintem ezt neked egy picit jobban kell érezted, mint nekünk, hogy most nálatok van-e valami hát de, hogy én te értem? Ürügyet, én segítek ürügyeket gyártani. Nem, hanem, hogy te tegyek még otthon rá egy lapáttal. Még ha beszélnünk kell egymással. Legyek még jobb otthon, ki tudta az évfordulót? Ki tudta az évfordulót? Te tudta? Mindenki tudta? Nálunk mindenki. De úgy, hogy ki van rakva egy ilyen táblára, és elolvasod? Nem, beletetováltattam a karomba, hogy 20-a. Ne felejtsd el. Igen, nem, van a ma, mire iszunk tábla. És azon olvastam. Igen, hát... Ez egy érdekes dolog, de akkor mi a fenért mennek szét párok a 7. évben, ha ez valójában nem működik? Ha ti most ebből nem éreztetek semmit, és nem volt krízis, nem volt válság, akkor mégis mi az, ami tényleg működik? Ez az ember előre belesugározza saját magába, és aztán elkezd ettől félni, jön a 6., már nézed, 7., és ott beütök rak. Valami tehát, logika, megteremted magadnak? Valami logika mentén nem lehet ezt a 7 évet ezt úgy feldarabolni, hogy a kapcsolatotoknak különböző periódusaira, amit 2, 4, 6, és akkor a 7. az aha, meg már... Hogy hívják? A 2 évig nagyon-nagyon szerelmesek vagytok egymásba. Mindent elnéztek a másiknak, és észre sem veszitek a hibákat. A következő 2 évben meg azt mondjátok, hogy hát jó, van még egy-két dolog itt, meg már egy-két dolog. De biztos, bizonyos éveket nem számolsz? Vagy hogy, tehát, hogy két éven te nézed? Vagy nem, hanem az, hogy különböző periódusokban lépsz a kapcsolatod során, ahogy telik múlik az idő. Ugye van ez a vakszerelem, amikor minden szép, hát, minden igen, nagyon jó, stb. Utána egy picit kezdenek bejönni azok az időszakok, amikor már ugye van egy-két kis probléma, de igen, hogy valójában még mindig nagyon szeretnék. És akkor a 6. Te még nem alszol, ő alszik, igen, és akkor hallott, hogy pukizik például, igen, nem? Na, igen. És az elején az nem zavar. Az elején nem, aztán csak rájössz, hogy ez már nem biztos, hogy zavar, nem biztos, hogy jó. 4 év után meg már jön az első gyerek, akkor az megint egy kicsit eltereli a gondolatokat, azért nem akarsz szexelni, mert hát most szült nemrég, érted? És aztán utána meg, igen, de aztán 3 év múlva, igen, a gyerek lassan, hogy hívják, elballag, még mindig nem akar. És meg most szültem, drágám. Hát, figyelj, nem szabad ezzel foglalkozni, mert ha ez foglalkoztat, hogy jön-e valami krízis, akkor biztos jön. Aha. Tehát, hogy akkor úgy kell ezen túl lenni, hogy effektíve nem foglalkozol vele, vagy máshova teszed a megismerkedést. Aha. Ja, hogy átteszem a dátumot. Vagy átteszed a dátumot, jó, igen. Igen, mert a 7. évben elkezdesz ettől stresszelni, hogy ez most a 7. év, akkor ott bizony előbb-utóbb elkezded észrevenni azokat a hibákat, amiket lehet, hogy nem vennél észre. És korábbra dátumozzam, vagy későbbre? Dátumozz korábbra, hogy már legyél túl a 7. Tehát a későbbre dátumozod, akkor
még előtted marad ugye a heted, az az ominózus hetedik év. Tehát na korábbra de, kell dátumozni. Na de vannak jelek, vagy pedig csak így, hogy hívják, olvastad nem. A... Hogy elolvastál egy kis kegyed rovatod valahol. Igen, ma reggel, ahogy hívják, megnézted a kanapén. A kedvenc asztrológusod mit írt erre? Vagy írt erről 3 mondatot Oravec Nóra valahol. Ha önök a hetedik évben vannak, igen, akkor szörnyű dolgok várnak magukra. Bika, bika, hol a bika? Istenem, jaj, ez a hét konfliktusokkal. Volt valami konkrét jel? Tehát volt olyan, hogy mit tudom én, az elmúlt egy hétben legalább egyszer, vagy jó, mondjuk max. Kétszer eltolta magától undorodva a fokhagymás garnélát? Ja, azt nem. A felső testedet. Ilyen nem volt. Mert ha engem tol el, azt megérted, de a garnélát nem. Vagy mit tudom, még mindig perfekt. Mentél Velencét, és mondtad, hogy hú, idegen szagot érzek, benéztél a gardrób, és ott volt egy mesztelen férfi egy nyakkendővel a nyakában? Nem volt ilyen? Mert akkor azért kezdenék gyanakodni, hogy valami nem stimmel a hetedik évben, nem? És kicsit a csávó föl volt akasztva, vagy fogasson. Igen. David Carradine. Maga mit csinál itt a szekrényemben? Tehát ilyen nem volt? Nem, tehát jelek nincsenek. Jelek nincsenek. Nincs baj, hát, csak elkezdtem gondolkozni. Csak elkezdtél egy kicsit rászorongani. Mert ha lehet baj, akkor nyilván elkezdesz előre készülni. Többet teszel a dologba. De, akkor, de ha nincs baj, az jó, hogy nincs baj. Akkor mi a fenéért mennek szét ennyien a hetedik évben? Hát valami az... van azért. Mert még nincs baj, nem akarják megvárni, hogy baj legyen. Tehát inkább előre. Ez egy megelőző szétmenés? Így van. Tehát inkább szétmennek még jól, úgyhogy szeretik egymást. A csúcson hagyják abba. Hiszen úgy is szétmennének majd, amikor már utálják egymást. Mit kell csinálni? Szétmenni a csúcson. Ennyi. Jó. Nincs az a csúnya veszekedés. Párkapcsolati tanácsokat kellene adnom. Kedves hallgatóink, szeretitek egymást? Menjetek, szakítsatok. Hagyjátok ott egymást. Sokkal jobb most, mint amikor egymást anyázzátok. Igen, hát ugye a mesében is ez a hetedik, meg a hétfejű sárkány, az nincs a hét kis királyfi, meg a hetedik gyerek, meg a hét út, meg ott, ez a bűvös szám, ez a hármas, hetes, ez ugye hát a magyar mesevilágban is egy bűvös szám, ugye. Aha. A hetedik. Na, akkor lehet, hogy ezért. Hát valahol, mi is itt tartunk már? Ó, most ezt elkezdtem utána számolni. Na? Az a baj, nem tudom, nekünk több időszámításunk van. Vagy 4 időszámításunk. Ott bármelyiket előhúzhatom. Van a házasságkötés, az a megismerkedés. Hát van a megismerkedés, van a megismerkedés 2, van a Bali megismerkedett, de majd megismerkedett, majd aztán visszaismerkedett. Igen. Aztán már majdnem együtt voltunk, de mégsem. Igen, aztán Viki megismerkedett, aztán újra velem is megismerkedett, tehát nekünk elég zavaros a megismerkedésünk, tehát nekünk 6-8 megismerkedési dátumunk van. Meg még plusz 3-4. Tehát nekem nagyon jó, mert a 7 év az már vagy letelt, vagy még van 4 évem a 7 évig. Vagy már eltelt 15 éve. Lenne alibim, hogy miért nem emlékszem rá soha. Igen, tehát nekem egy magánnyomozó kellene, hogy megmondja, hogy tulajdonképpen benne vagyok már a 7 évben, túl vagyok a 7 éven, vagy még előttem van 4,5 év. És most nézzük a mai naptár szerint. Tehát szerintem én is e körül vagyok, sőt, hát lehet, hogy már túl. Az a baj, nekem nincs ennyi, nekem esküvői pontos dátumom van, de így, hogy megismerkedés dátum. És az van már, az nincs hét, az esküvő. Az esküvő az nem, az nincs, az 2010. Tudom én mennyi, de nem hét. Az 2010. Dehogy is, hülye vagy, nem, 2009. Jó, 2010 vagy 2009. A napot tudom, gyerekek. Szám, a napot kell tudni. Akkor kell megjelenni a cukorvilágnak. Az jó júni 27. A szerda. Sombat volt, emléktem, rögtök, múzsai kastély. Nem, az júni 27. Júni 27. 2009. Uh-huh. Vagyis 10. 5. Na most, akkor 5. Hát akkor nekem még van 2 évem. Illetve nekünk. Hát a házassághoz. Na jó, de amikor oda elértek a házassággal, akkor addigra már van egy csomó. Addigra vissza tudsz ugrani az egyik megismerkedésetekre. Jó. Na írjanak olyanok, akik túl vannak a 7 éven, vagy akik szakítottak. Jó, hozzuk a frászt a Ferire. Három, még van közé, néhány... de jó. Ne. Nyugtassatok meg. Vagy nyugtassuk meg. Nézzük meg, hogy ki az, aki a hetedik évben ment szét. Van-e ilyen hallgatónk, akik tényleg jól volt, minden rendben volt, minden, szerették egymást, beütött az a bizonyos hetedik év, elkezdték egymást utálni, szakítottak, összevesztek, szétmentek, elváltak. Ha az SMS-ek nagy többsége arról árulkodik, hogy ez egy baromság, és 10 éve, 15 év vannak együtt, és egyáltalán semmit nem éreztek, akkor ez nincs. Ma már ne aludjon otthon. Ha olyan SMS-ek jönnek, akik azt mondják, hogy valóban volt megingás, és fura, de hogy ott volt valami kis zavar, aztán persze azóta együtt vannak, vagy akár szétmentek, akkor azért minden nap nyisd ki ott a gardrób szekrény, nincsen valaki ott benne. Vagy nézzél be az ágy alá. Minden este nézzél be az ágy alá. Vagy ha tóban látok egy különálló nátszálat. Nehogy ott bújjon. Nehogy ott bújjon a szerető. Ott bújik. Jó, megvizsgáljuk akkor. Figyelj, hát ez tulajdonképpen ez egy reprezentatív felmérés lehet. Most párok ezrei hallgatnak minket, ha néhány száz SMS bejön, hogy igen vagy nem, akkor te ma 10-kor úgy mész haza, hogy nyugalom, vagy 10:30-ra otthon vagy, és egy elemlámpába végignézed. Hol a kecot. Hol az a rohadék? Figyelj, nekünk sem mindegy, hogy vidám, hogy még vidámabban jössz be reggel. Na, írjanak, jó, olyan hallgatók, akik túl vannak a hetedik éven. Mi történt? Szétmentek? Nem mentek szét. 7:30 múlt, 2 perce, jövünk az SMS-ekkel a hírek után. 7:45 lesz, pontosan 2 perc múlva. Hello mindenkinek. Jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk már élőben, újra egy hét után.
lát valaki, aki itt van, ugye? Igen. Aki itt van, itt van, aki nincs, nincs. János még a kávéját csinálja, de jön ő is. És ugye a 7 éves periódusokról beszélgetünk, mert egy Feri elmondta, hogy kell-e aggódni, mi szerint ugye te most vagy a 7-ben számítások szerint. Nem. Vagy bár túl vagy rajta, de ha hát úgy számolod... Hogy számoljuk. Hogy számoljál, igen. Kell-e keresni valakit a garróba, vagy nem kell? Hát többen élek, hogy azért menj haza 4 körül. Tehát, hogy ne legyen nyugodt. Aha. Figyelj, az SMS írók nagy többsége azt mondja, hogy ebben van valami. Basszus. Tehát nem állsz túl jól. Aha. Hallgass meg az SMS-eket, figyelj. Nyilván persze csak olyanokat szelektáltam, akik szétmentek. Igazi profi vagy. Nyilván egyet sem fogok beolvasni, akik együtt vannak. Nem. De a nagy többség tényleg azt írja, vannak sokan, akik azt írják, hogy minden rendben van, meg túl vannak rajta, de nagyon sok olyan SMS jön, hogy ebben a 7. évben lehet valami. A 7. évben csaltuk meg egymást, a 8. elváltunk. Ezt kataküldte. Valóban van krízis a 7. évben, nekünk is ez volt a legnehezebb. Munkálvesztés, vesztes per, káresemények összecsaptak a hullámok, de túléltük, úgyhogy együtt, forever írja nekünk egy hallgató. Jó, ezt nem számolom bele, mert ő nem a kapcsolati válság miatt aggódott, igen, hanem meló, meg ilyen. 7 év után ott hagyott, annyira jó feje volt, hogy anyámon keresztül közölte, hogy nem akar már tőlem semmit, ennek másfél hónapja, végre összekapartam magam, tegnap megtudtam, hogy már máshol keresi a boldogságot. Igen. Írja egy hallgató, 2. 7 évre szakítottunk, vagy 7 évre rászakítottunk, nem is voltak gondok. Lehet benne valami, Feri, 7. évben vagyunk, a férjem 1 hete elköltözött, összepakolt. Garfield írja. Nem hittem ebben, de beütött majdnem, pont 7 éve voltunk együtt, amikor majdnem elköltözött a párom, de végül maradt, jövőre jön a 14. Ajaj, írja Zoli. Ja, mert a duplája is számít. Igen, ja, hát 7-14, így van. Feri, én most válok 14 év után. A feleségem második házassága ez, mert az elsőnél 7 év után vált el. Bizony. Szemét vagyok, hogy egy pozitívat sem olvasok, nem? Pedig egy csomó nincs, van. Nincs. De hát most ezek... Nincs. Hát most mit csináljunk? Mindegy. Én 2 telefont intéztem, most felhívtam, megkérdeztem tőle, hogy nálunk volt-e, és azt hittem, hogy amikor mi tartottunk a 7-nél, akkor nálunk is volt valami. Azt hiszem kidobott egy zoknit, amit még meg akartam stoppolni, vagy valami ilyesmi, de ott volt valami feszültség. És nekünk most lesz majd jövőre a 21. Atyaisten. Úgyhogy lehet, hogy Jézus Isten. Lehet, hogy nálunk is durvulnak majd dolgok. 21. Igen, igen. Én rosszul emlékeztem, de aztán, vagy mint kiderült, rosszul emlékeztem, mert én egy másik évszámra emlékeztem, de az, mint kiderült, az szeptember 1-e, 39, amikor Németország megtámadta Lengyelországot, tehát hogy ott valami zavar volt, de hogy már 21 lesz jövőre. De mindegy. Ez hát volt az egyik telefon, a másik telefon meg az jó hír, Feri, mert beszéltem az ügyvédnővel, vállalja egyébként, és azt is el tudjuk intézni, hogy a gyerekek a békánál maradjanak. Igen. Úgyhogy szabad vagy. Igen. Yes. És csak a házasságban szerzett vagyon, közös vagyon, úgyhogy még meg a kettőt is megvan. Megvagy. Megvagy. Látod, milyen okos vagyok, hogy nem dobtam oda magam nem erre a kell bedobni mindent. Nem kell bedobni mindent. Mi a 7. évben mentünk szét a barátommal, de nyugi, Feri, én se hiszek ebben, csak abban, hogy túl kanos volt a pasim. Így egy lány hallgatunk. 7. év után lagzi, hogy erősödjön a kapcsolat, majd rá 6 hónapra válás. Oh, na, az a kidobott pénz. Igen. Feri, nyugi, semmi pánik, Béla a gardróbból. Igen. Minden rendben van. Jó, hogy mondjátok, utána számoltam, ez a 7. éve, hogy együtt vagyunk, hazamegyek és elválok, írja Macika. A 7. évfordulónkon kérte meg a kezem, 1 évvel később tavaly összeházasodtunk, hamarosan pedig megszületik a kislányunk, minket megerősített a 7 év, nem szétszedett. Azért vannak pozitív példák. Szép ez. Én napra pontosan 7 év és 7 hónap után szakítottam az előző párommal, egyik napról a másikra történt. Nem szeretnék senkit sem megijeszteni, de ez így történt. Napra pontosan 7 év és 7 hónap. Fölébredtél reggel, és azt mondtad, hogy elég ebből a békjóból? Vége. Most vége? Kitörök, igen. Segítenék megválaszolni a kérdést, de én 7 napig se jutottam el egyetlen csajommal sem. Nagy baj. Minden lényeges dolog lehet, hogy megvolt az első adban. 7 és fél év után mentünk szét, de előbb kellett volna. Így egy hallgató. A szüleim 14 éves koromban váltak el, ez számít. Egyébként az igen, 2007. Igen. Feri, mi 17-én töltöttük a 7-et, tehát 3 nappal előrébb vagyunk, ha gázban szólok. Jó, ha érzel valamit, de rendben vagy. Jó. 2 éve vagyunk együtt, de 7-et öregettem a rohadt életbe, így egy hallgatom. Feri, ne izgulj, 26 éve vagyunk együtt, semmit nem vettem észre a 7-ből. Na látod, vannak ilyen is. 3 hónapja taposuk a 8-at. Vagyis a 7. évfordulón túl vagyunk. Igaz a mondás, valóban sokkal nehezebben kezdődik ez az évünk, sokkal többet veszekedtünk, sokkal több volt a konfliktusunk, úgyhogy valószínű igaz lehet a dolog, Feri, készülj.
Látod? Tehát a betöltött hét is számít. És mi is most betöltöttük a hetet, tehát ez mondjuk... Jézus! Igen. 7-re született a lányom, 21-énre elváltunk, írja Zsú. Ez évek, éveket kell érteni? Igen. Feri, rossz hír, a 7 év után balhéztunk, a jó hír, hogy együtt vagyunk. Újra. Évi küldte nekünk. Itt van még egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Halló, szia, Timi vagyok. Hello, Timi! Hello, pozitív vagy negatív? A mérleg. Hát eddig negatív volt, de már most pozitív. Na, de mi történt? 7-ben mentetek szét? Hát az első, az 7-ben történt az első válaszom, a második válaszom pedig a 14-ben. Hallott, Feri? Aha. Ezek nem szép. Várjál, nem szép kép, nem biztató. És most nem. Jó? És most nagyon jó. Na, de ez most a harmadik? Igen. És most 3. vagytok? Nem év, még csak hónapok. Ó, hát az eleje, persze. Hát azt szokták még... mondani, hogy 3 a magyar igazság. Szépen, ez is szépen nyugtatott magad, te is. Pozitív hozzáállás. És mind a 2 házasság volt? Igen. És pont a 7. váltatok, és pont a 11. És jött a 7. addig minden rendben volt, csak hogy a frászt hozzuk a Ferire, és a 7. egyszer csak elkezdett elromlani? Hát igen, igen. Aha. A fiatalok voltunk, és úgy nagyon baráti visszalekkezettünk, meguntuk egymást már. És aztán a 14 évvel? Hát utána a második házasságon meg 2 szólt a férjem, és abból. Az Feri, most már ne csak a garrobban nézzél be, akkor ágy alá, fürdőkád alá, mindenhol, hát a vékony és odabújt. Nézzél be mindenhol. Hát egy vékony alcsa, és bebújt a fürdőkád alá. Szóval akkor te azt mondod, hogy ebbe hiszel, vagy van ebben igen, valami? Igen. És ezért nem számolok évfordulót most már. Ja, mert ha nem tudod, hogy hol jársz, akkor megúszhatod. Hát, bízom benne. Vagy csak nem veszed észre, hogy ő is rommácsol. Igen. Jó. Nem, ő nem olyan. Nem, hát nem, mindig hát, úgy indul, persze. Nem rá gondoltunk. Nem, hát csak arra, valamelyikre. De igen. Az észnél. Igen, de azért vigyázzam. És most hány hónapja? 6. Mindjárt jön a 7. Mert egyébként, tehát nem csak 7 év. De pontosan nem számolom. 27. Mert nem mered számolni, igen. 7. hónap. 7. nap. Ah, ez mind számít. Krízis előtt vagy. Na jól van, köszi, hogy elmondtad. Én is köszönöm. Ciao. Szép napot, sziasztok. Hello. Hát, Feri, ha eddig aggódtál, én nem tudlak megnyugtatni. Aha. Hát ugye? Nem, ráadásul ma 7 van. Aztán akkor igen. Ma belézek a varkromba. Ez nehéz, és tényleg marha sok SMS jött, ami azt mondja, hogy szétmegy, mindenki szétmegy. Szexel mi van ott? Mi van a bűvös 7 percet? Túlélted már? Milyen szex? Hülye vagy? Milyen szex? Nem érted 7 év, hülye vagy? Hova? Egyszer már meghaladtad a bűvös 7 percet? Vagy... Készfény. Vagy 14? Mennyire? Igen? Nem, jó, nem. Igen? Oda teszed ja, magad? A lényeg, bejusson. Timi varsejte, a gyerek megvan, és kész. Na, hát az már letudva. Hát most már... Még egyet majd csinálunk, és akkor... Helyes. Jó, de várjál, most azt sem merek. Most kezdjék el. Várd meg a 8. évet. Jó, tehát ezt az évet ezt még az húzzuk. Évet. Várd meg. De akkor most ne is házasodjak ebben az évben, hát ugye? Hát most már nem. Az előre menekülés meg már minek. Ne üljél bele annyit a lagziba. Nagyon fogod bármi. Pénz. Vegyél egy másik kabriót belőle inkább, vagy valami nagyon komoly sportautót. Na jó van, Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Halló, szervusz, sziasztok, ahoj, poplacsek! Ahoj! Gábor! Szia. Hello, Gábor, jó reggel! Halló, sziasztok! Hello, honnan hívsz minket? Ceglédről. Cegléd? Cegléd, ahol még nem voltatok. Még nem? Egyébként tényleg? Nem. Én voltam már 2 is Ceglédre. Ja, az igaz. Igen, te voltál, a rokonságnál voltam még hozzá. Igen, most nézem a klassznyár helyszíneid, ott se vagy. Nem, valahogy Cegléd kimarad. Igen. Hát igen, szégyeljétek magatokat. Igen. Változtatunk majd ezen. Jól van, figyelj, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Jó? Jó. Ja. Na, hát ez jó. Ja. Hát azért... Itt azért történik valami. Igen, érdekes. Kuplungos a mágdaráló? Jó isten. 86-ban hallottam utoljára egy humorfesztiválon. Jó, mutatjuk, hogy mit énekelnek. Figyelj. Hát igen, ilyen kuplok oda az ember.
Kérhetni még egyszer esetleg? Ne ostorozd magad, mert ez nem könnyű. Persze, mutatjuk, figyelj. Na-n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 a
tudom még egyelőre. Mennyi időm van gondolkodni? Van ott még, ahonnan ez jött. Van még. Figyelj, mutatunk egy hosszabb részletet, mert ebből én már azt tudom annyira, így ismervén a hallgatókat, hogy ez nem fog beugrani. Úgyhogy egy picit hosszabb részletet mutatunk, a bögrét kivettük, jó? Jó. Figyelj. Jó. Most már azért ismerősen. Hát ez nem a te világod, ez a zene, szerintem, nem. Ez most nem az enyém. Szerintem ez senkié. Segítséget esetleg. Há, nem nagyon tudunk, mert meg kéne mondanunk, mert... Nem, ez nem a te világod, ez nem harangozó teri. Nem. Igen. Na, harangozó teri. Figyelj, ez a zenekar szerintem megérett a pusztulása, tehát szerintem ez senkié. Nem is tudom, hogy vannak-e még, de ha nincsenek, nem kell. Szerintem megvan, beugrott most. Na, rekamúzzá már! A Quack de Quack együttestől a tele van a cipőm lábbal. Quack de Quack? Na! Quack de Quack, igen. Szoktam mondani, hogy humor van, minden van. Figyelj, mutatjuk, jó, az eredeti, de ez, figyelj. Na, az diszkóték, itt a jó Isten. Ugye, hogy ismered? Itt a jó Isten. Igen, igen. Vannak még? Persze. Tényka. Hú, hogy ne énekelj. Üljetek meg, ha egyszer elmegyek egy Alcazar koncertre, jó? De ha elmész, az elsősorban egy fogunk tombolni. Tényleg, nyírjatok ki. Egyébként hallgattam a műsorotokat, hozzászólhatnék ehhez a 7 évhez. Csak ha olyat mondasz, amitől a Feri még jobban megér. Tehát pozitívat nem ér. Csak ha olyat mondasz, amit még Boros Lajostól nem hallottuk. Az nehéz lesz. Ne csúnyázz össze a széket, álljon fel inkább. Én nekem 99-ben szakadt meg egy 7 éves kapcsolatom. Ajjaj. Úgy, hogy körülbelül 3 hónappal az esküvőnk előtt, és pont abban az időszakban 7 barátomnak a 7. évben szakadt meg ugyanúgy a kapcsolata. Persze, és mindegyiknek 7 gyereke volt, és mindegyiket a 7 fejű sárkány, a 7. fiú. Hát, sárkány volt az asszony, igen. Így van, és a kedvenc lemezet természetesen az Iron Maiden-től a Seven Son of a Seven Son. Igen. Nem, tényleg így történt. 77 barátom augusztus 20-án egy sörözőből néztük a tűzijátóikot, bőttünk egyet, aztán ittunk egy nagyot. Így is van. Tényleg megtörtént. Ott múlik az ember élete, amikor már tévén nézi a tűzijátékot. Az már egy olyan pont, hogy tehát ott már megértem, hogy depressziósak voltatok. Tehát az szerintem egy végpontja az ember életének, amikor leül a tévé elé, egy augusztusi estén, augusztus 20-án és tévéből megnézi a tűzijátékot. Ott le kell adni a forgalmit, nem? Tehát ott vége van. Gondolkoztam, hogy leülök a Szegedi Gyors elé, de nem jött. Igen. Na jól van, azóta van valaki? Vagy azóta? Azóta van természetesen. Na. Van egy 13 éves kapcsolatom, egy 11 éves lányom, 12 éves házassági évforduló. Csak mondom, hogy jövőre 14 éves a kapcsolat, 2x7. És még mindig 4 év kell, hogy nagykorú legyen. Igen, remegy is a lábam, rendettem. Na jó van, oké. Örülök. Örülök, hogy hallottalak benneteket. Köszi Gábor, csáó. Szia. Ne rohálom. Hát, nem jó a statisztika. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem megnyugtató a dolog. 3 perc van pontosan, 8 óra jönnek a hírek után jövünk vissza mi. 8 óra múlt 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk újra, közben hírek, zene, tőzsde és japán jen. Szívesen. Mit szívesen? Most ment át a napnak az áfám. Ja. Igen? Nem késő az, János? Most? De egyébként igen. Igen? Hát és ezt be is mondod? Hát nagyon bátor vagy. Ne, hát úgyis megkapom értem majd a magamét. Hát, nem biztos. Mert 20-án kellett, hogy a 20-áig kell átküldeni, de hát hogy nyaralás miatt egy picit így kiesett nekem ez a dolog. Aha. Mondják, hogy büntetnek, de nem mindig. Hát egy ilyen tehát, kiváló adózott, mint te, János, nem fognak ezért megkurcolni. Volt egy 2 nappal később adtam föl én is, és nem is. Tehát annyi jön nekik hirtelen, hogy nem tudják mindiket egyenként, meg nem is akarják, tehát 1-2 nap az belefér. Meg hát, ha olyan csinos az összeg, hogy szabad szemmel látható, akkor jön egy SMS, mert nagyon szépen köszönjük, János, nem, eltekintünk most legfeljebb nem kapom meg évvégén az oklevelet, az év kispolgár oklevelet, igen. Amit mindig megkapok. Az év adózója. Mert mindig pontosan utalok, mindig ott van időre, mindig annyit, amennyit kell. Rajtam aztán nem találtok fogást, de
Nem akarok próbára tenni benedeket. És ott most bent valaki, rajtad nem találunk fogást. Aha, élő adásban. Negyed kilenckor. Te csak bátor! Figyelj. Te majd bátor! Itt fogtok majd kint remegni, szakadni rólatok a víz kint a padon. A kis könyvelőtel egy. Bátor, igen. De hát szépen behívunk akkor egy kis vizsgálatra. És nagyon szépen megkérünk, hogy az elmúlt 5 év anyagait legyél szíves akkor szépen érkeztetni a könyvelőddel együtt. Ugye? Bizony. Rögtön csendben vagy. Nem csendben, csendben. Ha minden rendben van, is összetoljod magad, persze. Erzsike, készüljön. Erzsike? A könyvelőnők varázsa? Erzsike? Erzsike a csúcskönyvelő? Ő egy csoda. Hát figyelj, az ő világuk számomra megfejthetetlen, értelmezhetetlen, hogy ebben mi a szép, és hogy mit látnak ők ebben évek óta, és hogy tudják ez évenkénti 600-szoros jogszabályváltozást lekövetni, és írni, és küldeni, én komolyan. Tehát, hogy ha egyszer valaminek újjászületek, csak ne könyvelőnek, tényleg. Az egy csoda, amit ők csinálnak. Hát figyelj, gyakorlatilag egy ilyen várjál, mennyi most már. Már bele se vele gondolni egyébként, mert hogyha ha köztünk lenne valami ilyen intimen kapcsolat, ez nagyon szép. Már ki között? Nagyon szép. Nem közte meg a könyvelő közt. Ja, mert rám néztél, mondom, hát, azért, hogy ez most így. Így belegondolok, hogy azt mondja, hogy írd és mond, mondjuk így Mission 2-14, azt mondja, hogy hát egy lassan már 20 éve. Jézus. 20 éve dolgozunk együtt, és még mindig nem beszélem azt a nyelvet, amit ő... Tehát amikor tudod, így beszélsz vele, valakivel telefonon, és akkor mondja, és akkor igen, jó, mikorra, hova, igen. És mennyit. Jó, én azt csinálom, amit tetszik mondani. Én tudja, hogy bízom magába. Így van, jó, oké, rendben van, igen. És letesz a telefont, és így az egész olyan, mint hogyha, ha nem tudom, hogy átmosták volna az agyadat, és semmire nem emlékszel. Pont ugyanaz, mint annak idején a kémia, fizika és én a matematika órákon az általánosban. Azt szoktam kérni, hogy ne elemezze. Igen. Tehát ne magyarázza meg, nem érdekel, mondja meg, hogy mennyit, hova, és kész. Így ennyi. Szerintem ők örülnek egy picit neki, hogy beszélhetnek erről valakivel. Nem? Ő meghallgatja kötelességből. Igen. Mert a könyvelővel azért nem beszélget, úgy tudja, hogy a másik miről beszél. Nem, kicsit nem, és minek untassák egymást. Nekik az az élvezet, ha olyannal beszélnek, aki nem tudja. Igen. Mert akkor tudják kínozni. És a társaság. János, hogy... Igen, én is mondom, Viki, mond mennyi. Annyi, Viki, jó. Megint kínuszba vagyunk, fel kell venni készpénzt. Jó, legyen. Mit csináljuk? Mennyit utáljuk? Hova, mikor? KT393-os rendszámú lehetetlen színű Volkswagen Transporterből mérik a 85-ösen a Sopronból Győr felé tartókkal. Zoli, milyen korrekt? Milyen szép? Akkor. Az 51-es úton a Taksonyi kereszteződésnél a körforgalmat építenek, dugóra kell számítani, ezt Csures küldte nekünk, legalábbis ékezet nélkül van, bízunk bennem, hogy így hívják. M7-es 48-as kilométerénél készülnek mérni Balaton irányában, és van egy trafi a 47-esen, Derecske és Berettyú Újfalú között, ezt Hári küldte nekünk. Balázs, a Prügyi Duó vasárnap Tokajba lépett fel a Paraszt Olimpia nevezetű rendezvényen. Óriási teltházas koncertet adtak 40 ember előtt. Írja Gergő. Ők írták a Paraszt Olimpia hivatalos dalát? Hát, vagy meghívták őket oda, mert ugye a nagy kérdés, hogy mit csinál most a Prügyi Duó, de akkor tudjuk, hogy mit csinál most a Prügyi Duó. Hogy mit csinált most hétvégén. Tehát, hogy mondod, 2014. július 7-én a Nemzetközi Paraszt Olimpia mezőcsáti seregszemléjén vett részt a Prügyi Duó, egyébként ott volt még a Kék Laguna Mazsoretti, a mezőcsáti Galiba néptánc együttes, illetve a tiszakeszi Botorka néptánc csoport is, valamint a Dance Forever tánccsoport, de a fellépő, a legnagyobb fellépő, a headliner, a legvastagabb betűkkel szedett ki a plakáton. Ki volt a fővendég? A Prügyi Duó. Tényleg? Egyébként ott van Majka és Curtis is. De ők kisebb látom. Figyelj, véletlenül futtatom őket. Mármint Majkaikat? Nem, de hogy bejött nekik, ügyes? Én vagyok a titkos menedzserük. Nem is utalnak nekem, pedig megérdemelném, mert egyszerűen szinten tartom a nevüket. Mert érted? Még nincs bevétel, tudod? De azért nem utalnak, mert még nincs bevétel. Az lehet, igen. De majd ha lesz, majd ha befutnak. Na gyerekek, kitaláltam magamnak egy jó dolgot, hogy mit fogok csinálni. Megint Szabi. Hát, az biztos? És tenisz, és aztán Szabi. Hát, biztos, ne is mondd a teniszt, holdponton vagyok. Szörnyű vereségek után vagyok, úgyhogy holdpontra jutott a teniszpályafutás. Most vagy abba hagyom, vagy elmegyek edzőhöz, úgyhogy most ez egy neuralgikus vagy pont. Vagy elmész edzőnek? Az is jó. Vagy abba hagyod, vagy elmész edzőnek. Kinéztem egy alkalmazást, és nem sokára ez elérhető lesz. Nem túl népszerű alkalmazás, viszont
hülyére keresek. Már hogy értel kinézte egy alkalmazás? Elmész színe? Más munkahely? Ahol tudnak engem alkalmazni. TV2? Nem. Van egy taxis alkalmazás, ami kezd betörni a magyar piacra, és Nyugat-Európában egyébként már tüntetnek, Párizsban sztrájk van, a belgák utálják, az amerikaiak betiltatják, de mégis egyre nagyobb teret hódít egy magyarul Ubernek hívott kis alkalmazás. Ez a dolog, ez nagyon érdekes egyébként, és egy nagyon érdekes kis piaci rést fed le a dolog, mert arról szól, hogy összeköti azt, aki szeretne utazni, azzal, akinek van autója. Hát ez Uber király. Hát figyelj. Hát ez halad. Azt is mondhatnám, hogy ez Uberelhetetlen. Uberelhetetlen. Ez abszolút Uberelhetetlen. És állítólagosan, ha ez megjelenik majd, és ezt nem szabályozzák, akkor ez a budapesti taxis piacot is felforgalmazza, mert ennek az applikációnak a segítségével bárki taxissá válhat, és pénzt kereshet, akinek van egy autója, és van okos telefonja. És nem kell egy társaságnak a tagja lenni, és nem kell felmatricázni az autódat. Nem. A sárgára, illetve egy citrom sárgára. Nem kell, ugye hát ez nyilván aztán itt a személyszállítás korlátozása és a törvényi korlátozás által egyfajta kilépés, mert hogy ugye itt minden Magyarországon ez valamennyire szabályozva van, de az Uber azt mondja, hogy ők nem szállítanak személyeket, meg ők egyébként nem is egy taxis cég, ők csak összekötik egyébként a kellemeset a hasznossal, és nem kéne őket kitiltani, mert hogy ők csak összekötik az utazót, az utazni vágyókkal, minden többi egyébként a két ember dolga, tehát hogy ők nem is fuvaroznak, nem is személyt szállítanak, tehát nem is akarnak ezen a téren így teret hódítani. Mit csinálnak? Neked van egy okos telefonod, te beütöd, hogy éppen hol vagy, én beregisztrálok ezzel az applikációval, látom, hogy hol van az a sofőr, aki engem föl akar venni, beütöm a térképen, hogy hol vagyok, oda jön, felvesz, nincs se fizetés, se semmi. Hát mi, ingyen fog vinni? Nem kell ott pénzt átadnod, mert az applikáció az levonja a pénzt egyébként attól az embertől. És egy egységes aki tarifa? Aki ezt igénybe vette, egységes tarifa van, és az applikáció intéz neked mindent. Tehát sofőrként te megkapod a tőlem levont pénzt, igen. Amit nekem levonnak a bankkártyámról. Igen. És tehát, akkor én úgy fizetek. Na de hogy számol el? Várjál. Hát a taxiban van óra. Neked van órád? Van órád a kocsidban? Nincs órád a kocsidban. Akkor te tőlem nem tudsz levonni pénzt. Na de ez nem ilyen egyszerű, mert hogy ez az alkalmazás, amit gyűlölnek a taxisok és tüntetnek ellene, az tudja, hogy mennyi az adott országban a havi vagy a napi kilométer díj. Tehát pontosan tisztában vannak mindennel. Érted? Ennek ez a lényege. És tudják szabályozni, hogy a hagyományos taxis tarifáknál az alapdíj plusz kilométer, ha lassan halad az autó, a idő alapján, mindent tudnak ők, hogy az adott országban mennyibe kerül, és ugyanennyit vonnak le az én kártyámról, ha mondjuk, vagy a te kártyádról, ha te beülsz mellé. Aha, tehát én ugyanannyit fizetek, mint ha taxival mennék, kivéve egy dolgot. GPS alapú a dolog, és a GPS leköveti, hogy mennyit mentél, és utána szépen levonják. Összeköti az utazni vágyót az utazóval, nem kell neked taxit hívni. Számos országban már valami nagy sláger a dolog, és a taxisok pedig felháborodnak, hogy ezáltal bárki taxissá válhat. Hát ez teljesen logikusan, de hogy én nem is értelek. Tehát, hogy tényleg nem értem, hogy van egy ember, aki fölregisztrált Uberre, érted, és te meg beülsz az ő autójába. Egy vadidegen, azért egy taxis mégiscsak egy cég alkalmazottja. Egy taxis tudja a szabályokat. Egy taxis mellett biztonságban vagy, legalábbis biztonságosabban, mint hogyha beülnél egy vadidegen emberhez. Ne haragudj. Én tegnap olyan taxissal utaztam, aki szerintem befinkott a kocsiban. De hát... Szóval... Miért? És te nem fogsz bepukizni? Bocsánatot kérek. Egymásra néztünk meg, kérdeztem, Benny, te voltál? Mondja, nem. Miki? Nem. És hangosan akkor kérdeztel. Csak... Na most ehhez képest. Nem közülünk került ki. Akkor ki a gyilkos, Benny? Háromszor kellett útba igazítanom, hogy rossz helyre megyünk, mert éppen a rossz autópályára mentünk föl. Háromszor tolattunk főútvonalon, és a végén szerintem bosszúból azt mondta, igen? Te mondod, hogy meg, hogy merre kell menni? Igen? Akkor ezt hallgat. Tudod, amikor megérzed, hogy ez nem kintről jön. Igen. Amikor rájössz, hogy itt és ugye nem volt piros a tenyerem, se a Vikinek, se nekem. Most ehhez képest, ha te beülsz mellém az én autómba, és én elviszlek téged. Igen, akkor te nem pukizol be. Egy olyan fejedelmi szolgáltatást kapnál, nem mondjátok, ez nem jó ötlet egyébként, szerintem zseniális. Összeköti az utazást az utazni vágyóval. Bárki utazhat bárkivel, levonják a pénzt. Én pénzt keresek, te elmész. Mi ezzel a baj?
Az, hogy követhetetlen. Az, mi hogy követhetetlen? Hivatalos, az, hogy ha te kitalálod majd, hogy jogosítvány nélkül fogsz autót vezetni, és közben ezzel embereket fuvarozol, akkor annak nem lehet utána nézni. Hát azért nem, mert az Uber ezt szabályozza, tehát az Uber ezt szabályozza, a szerződés megkötésekor nekem, mint sofőrnek szerződést kell kötnöm az Uberrel. És azt mondja, hogy csak olyan állapodik meg, akinek többé van a jogosítványa, van erkölcsi bizonyítványa, folyamatosan nézi az autónak a káreseményeit, Amerikában például nézi az alkalmazás, hogy szexuális bűnözők nem lehetnek, tehát hogy vannak-e szexuális bűnözők nyilvántartásában, egészségbiztosítási múltat néznek át, tehát rengeteg mindent szabályoz maga az alkalmazás, ha, tehát nekem jó. Két hónapja van jogsim, én nem vehetlek föl. De nem zseniális, hogy te állsz mondjuk a Ferenciek terén. Én pénzt akarok keresni. Te beülsz mellém, és én elviszlek téged. Az a te kártyádról levonják, 20%-ot kap az alkalmazás, 80%-ot megkap a sofőr. Te jól érezted magad, bejelölheted utána, hogy milyen volt az autó, pontozhatod a szolgáltatást, tehát kvázi, akit nagyon lepontoznak, mint sofőr, az később az Uber által ugye nem kap munkát. Az utast is pontozhatom én sofőrként majd, ami azt jelenti, hogy ha hozzám egy olyan utas ült be, aki összehányta az autót, akkor utána az Uber neki nem küld autót, mert tudja, hogy a sofőr lepontozta. Tehát ez minden effektíve szabályozva van, adatbázis alapján működik. Te utazni akarsz, én pénzt akarok keresni, és a dolgot összehangolja. Aha, de itt nem kérhetsz ilyen plusz szolgáltatásokat, mint egy taxitársaságnál, hogy legyen benne légkondi, fizetessél kártyával, vagy hogy ne puzzon be a taxis. Hát ilyen szolgáltatásokat nem, hát de az Uber ködbiztosítást a sofőrökre, és ködbiztosítást az utas. Tehát ugyanúgy megvan az utasbiztosításod, megvan egy csomó minden, a kocsiknak, az autóknak, a sofőröknek megvan a profil. Szerintem zseniális az, aki egyébként ezt kitalálta. Más kérdés, hogy nyilván a taxisok meg érthető szempontból ezt utálják. Hát igen, itt ugye a közvetítő, a taxis társaság az gyakorlatilag az esik ki. Feleslegesé válik. Igen, az esik ki. Na, várjál, de ugyanannyiért fogsz utazni, mint a taxival, mert ugye Uber figyeli a helyi taxis pénzt. Pénzeket. Tehát igen. Ugye ugyanannyiért fogsz menni. De szerintem pont alá fog menni. Vagy egy kicsivel lehet, hogy alá fog menni. Valószínűleg igen. Pont ezért, hogy inkább őket választ. Tehát aki levizsgázott a taxitársaságnál, aki befizette a tagdíjat, aki lesárgázta a kocsiját most mint 300 000 forintért, az most elmehet a francba. Nagyon jó. Szerintem nem ez tényleg feltétlen mehet jó. El a francba, mert szerintem vannak olyanok, akik továbbra is ebbe az autóba akarnak, vagy ilyen típusú autóba akarnak beülni, de van az a típusú közönség, aki azt mondja, hogy hívok egy kocsit, elvisznek A-ból B-be. Aztán nyilván ezt Magyarországon fogják szabályozni, és megvédik a taxistárságokat. Madridban, Párizsban és Berlinben taxisok ezrei vonultak az utcára, hogy éhen fognak halni, ha engedik. Az esetből az lett, hogy addig senki nem ismerte az Ubert, és utána 850%-kal megnőtt az alkalmazások letöltése. Egy jobb reklámot is kellett. Akkora reklámot csináltak, hogy utcára vonultak. Hát igen. Maga az ötlet egyébként nyilván zseniális, ha én taxis lennék, gyűlölném, de aki ezt kitalálta, nem tudom, hogy milyen nemzetiségű ez a társaság, de olyan komoly értéke van már magának a cégnek. Maga az ötlet egyébként zseniális. A Ferinek adok igazat abban a tekintetben, hogy azért egy vadidegennek az autójába. De el tud olvasni a sofőrt. Igen, de miért nem tudtam elolvasni tegnap a taxist, hogy mondjuk, csak kérdezem, csak ez egy kíváncsi, nem tudtam elolvasni. A taxistársaságnál tetten érhető a taxis, ott utána tudsz járni, ott van hova fordulni, de itt egy alkalmazásról beszélünk. Itt nincsen diszpécser, itt nincsen egy olyan semmi központ, nincs. Amit fel tudsz hívni, ahol egy húsvér emberrel tudsz beszélni, hogy jó napot kívánok, tegnap viszonylag sokat tolattunk, többször eltévedtünk, na a végét meg el sem mondom, a lényeg az, hogy egyikünknek sem volt piros a tenyere, kivéve a taxis ura. Csak mondok egy példát. Emlékszel, amikor be... Te volna, ott nem nevetnétek ennyire. Nem biztos, hogy ő volt, de... Gyanús. Emlékszel, amikor behagytad a telefonodat? És a gyerekem nem hazudik. A Viki meg nem csinál ilyet. A híres betyárs Havanyú Jóska jutott róla az eszembe. Ha ez egy Uberes sofőr lett volna, úgy lepontoztam volna, mint a húzat. Érted? Ő ülsz a tárcsülésre, és hárman egymásra néztek, és mindenki csóválja a fejét, hogy nem én. Nem. És a gyerek... És a gyerek előre és a gyerek után. Is rám néz, hogy apa. És mondom, Benny, nem. Nem. Apa, és megint. Benny, nem. Mondjad, mit akartam. Amikor behagytad a telefonodat a kocsi, a taxiban? Ez sűrűn előfordul. Na, és hányszor volt ön, fölhívtad a taxitársaságot, aki megnézte, hogy hanyas számú kocsival mentél, mert regisztrálva volt, és visszakaptad a telefonodat, a kulcsodat, a pénztárcádat, az akármire. Ubernél hogy fogsz telefonálni? Hova? Elkezd majd ráírsz a Facebook profiljára. Persze, most figyelj, én a taxisokkal most ezzel nagyon nem leszek népszerű, ebben igazad van, nem tudom a Ubertől visszakapni. De ha a fogyasztókat nézzük, ahol most egy egységár van, és bevezetnék, vagy bevezethetetnék ezt a szolgáltatást Magyarországon, mint az Ubert, akkor az egyfajta versenyre kényszerítené, nem? A taxisofőröket, és lenyomná az árakat. Hiszen ha bárhova beülhetsz,
ami nem most nem jó, igen, vagy igen. Nem jó, akkor ugye tulajdonképpen mi történne? Lejjebb kéne, hogy vigyék az árakat, mert mondjuk, ha bejön az Uber, és mindenki elkezd uberezni, akkor effektíve ugye éhalnak a taxisok, okay, tehát kicsit lejjebb kell vinni az árakat. Ha lejjebb viszi az árat, akkor az Uber is lejjebb fogja vinni. Értem, de van egyfajta verseny, meg azért vagy egyfajta versenyre készíteni a szereplőket. Ott van azért még a lehetőség, hogy az egyébként addig profi főállású taxis mondjuk az Ubernek kezd el dolgozni. És akkor, hogyha szolgáltatásának a minősége mondjuk megüti azt a szintet, vagy nagyon jó, akkor az Uberen keresztül is ugyanúgy meg tud élni, nem? Abszolút, persze. Na jó, csak itt ugye nincs vizsgát, tehát én ezt le fogom tölteni, és egyszer elviszek valakit, az biztos. Aha, tehát ha ez Magyarországon van, vagy elérhető, ezt én letöltöm, bejelölöm, hogy hol vagy, és rád küldenek egy fuvart. Meg kipróbálom, hogy milyen. Elviszem. És ha te a majd akar a minősítése, vagy kíváncsi lennék, amit ők küldtenek róla. Micsoda? Hallod, öcsém, ez hogy ment a villamos sínen. Az a kocsi, az nem kocsi volt, az a Millennium Falcon, öcsém. Tehát az valami hihetetlen volt. De hogy nem ismertek ezt, az biztos. És mehetsz például a buszsávban? Mert figyeltek. A taxi megy a buszsávban. Na? Hát nem, a buszsávban nem mehetsz. Én azt mondom, hogy az ilyen típusú változásokkal mindig, tehát tiltani, és azt mondani, hogy öljük meg, az nem viszi előre a fejlődést. Felvenni a fordulatszámot, szabályozni a piacot, beengedni, versenyhelyzetet teremteni, az mindig előre viszi a dolgot, és jobb lesz a fogyasztónak, mint azt mondjuk, ahogy sok országban mondták, hogy már pedig ez nem lehet, mert ez ugye a taxis kárteleket baromi jól megvédi, mindenki örül, Belgium, Párizs, stb. De hogyha ezt beengeded, elkezdesz ezt használni, ettől jobb fajta szolgáltatást kaphatsz. Hát ezt mereven elzárkózni, szerintem hülyeség, ez egy nagyon jó ötlet. Ezt sem mi találtuk ki. Látjátok? Ezt sem mi találtuk. Na. Van egy utazó, van egy utazni vágyó, van egy autó, összekötöm a kettőt, elmennek, ahova akarnak, nincs fizetés, beül, lepontozza. Milyen egyszerű ötlet. Megmondjam, hogy és hol fog kirobbanni majd az első taxis Uber világháború első nagy csatája? Liszt-Ferenc repülőtér. Az Uber figyelj, én biztos vagyok benne, hogy ott lesznek ugye azok, akik leszerződött ugye. A repülőtér, akik joggal vannak ott lesznek az Uberesek, akik kint a parkolóba lesznek egyébként, a parkolóban fognak állni, tehát nem a taxi drosztokat. Na, és ott fog kirobbanni az első csetet. Az lesz az első pont. Ott az Uberesek meghalnak. Ott mondjuk egy magyar Uberes, ott a taxisok bedarálnak. De aztán az most szabályozva van a főtaxi, hogy nem tudom, ki viszi most a reptereseket. Egészen addig, amíg az Uberesek meg nem jelennek a parkolókba. Igen. Na, oda mész a Liszt-Ferenc repülőtérre. Igen. Fölvetted a fuvart, ugye Uber most jelzett. Én vagyok az autós. Hát én beülök egy taxiba, mert nem vagyok hülye. Tudod? De jön valaki, aki Uberen téged megkeresett. Te? Igen. Kimész a repülőtérre. Hát de nem ott vagyok. Ja, ott van, tudja a Google, hogy én hol vagyok, ja, és az alapján ad fuvart, okay. Hogy tudja, hogy én hol vagyok. Tehát nekem nem kell fél órát várnom, hogy olyan sofőrt fog kijelölni. Megáll az ember az asztalával. Na, én beszállok hozzád. Igen? Ugye betesszük a kis csomagokat. Igen? Te kiszállsz, kinyitod a csomagtartódat. Hát én jó Uberes vagyok. Hát ne viccelj. Vagy azt mondom, hogy... Rákóczi úr, parancsoljon. Aha. Milyen volt az utazása? Jól tett? Ó, látom, barna a kis család. Tessék, beül. Már nyitom is a kis autót, nyitom a csomagtartót, bepakolom bőröndöt, és megkérdezem, hova parancsol Rákóczi úr? Na, és akkor bemondom a címet, erre te mit csinálsz? Beültem a GPS-be. Aha, értem. Mert a taxis az beül, és elvisz oda, ahova kell. Hát most mi a különbség? Nekem elmondott, hogy merre kell menni most. Érted? Hát most ülhetnénk ott szótlanul. Nem jobb annál, hogy elmondott, hogy forduljak balra, forduljak jobbra. Ülsz ott szótlanul, mereven a hátsó ülésen bezárkózol. Nem jobb, hogy vidáman beszélgetünk, és közben azt mondod, hogy itt jobbra, itt balra. Hát nem egy vidámabb, hangulatosabb utazás, mint hogy kiszolgáltatottan, csak hogy vissza merre akar. Hát így arra viszlek, amerre te mondod. De óriás. Igen. Hát ez mi a baj? Óriás. Nem értem. És ha piros lámpára jut az eszembe, kinek piros a tenye? Most nézzük meg. És hogyha az utas bepukizik hozzád, akkor te kiteheted? Uh-huh. Hát nem, csak csóválóan belenézek a tükörre, és azt mondom, hogy eljelj, Ferenc, eljelj. Ez nem volt szép, ezért nagyon le fogjuk magát mondom pontozni. Az utas, én nem ülök be hozzád, érted? Jaj, az a baj, hogy megint maradiak vagytok, nem tudjátok az ilyen alkalmazásokkal felvenni a fordulatszámot. Ahelyett, hogy letöltenétek, és már vidáman sofőrködnénk, és hülyére keressék magunkat, megint mit mondunk, hogy ne, üljön mindenki hagyományos taxiba. Hülyére kereshetnénk magunkat, a legjobb Uberes lennék, ne vicceljétek. Olyan pontszámokat kapnék, mint a húzat. Nekem tegnap is volt egy madridi fuvarom. Sajnos nem tudtam felvenni. Aj, gyerekek! Jó, nézzük meg az utolsó taxis élményét annak, aki taxiban utazott. Jó, ha mondjuk Uberes taxi lenne. Milyen volt a sofőr? Mit hallgatott? Milyen volt a kocsi? Hány pontot adna rá? Milyen volt a sofőr? Mit csinált Magyarországon? Nézzük meg, hogy milyen itt a színvonal. Persze ebből nem lehet messzemenő következtetést levonni, de nézzük meg. Jó? Mondom, ha én tegnap egy Uberes sofőrrel utazom, ő neki ma már nincs munkája. Az egész biztos. Ha lepontozott, hogy bepukizott.
eltévedt, rossz irányba mentünk egész sokat, és nem mondta a végén, hogy akkor ezt mondjuk vonjuk le a viteldíjból. Na, tessék. Látod? És úgy jól esett volna, hogy azt, hogy nem az a 600 forint, vagy 1000 forint, de jól esett volna, hogy Sebestyén úr, háromszor eltévedtünk, maga segített, levonunk 1000 forintot reptérről, egyébként hát Török Bálint és Buda is környéke. Az ülés alatt, vagy valami. Tehát jó, nem adott semmi. Jó indulatú utas vagyok, vecsés kintről jött. Nem az volt. De nem mondta a végén, hogy hát akkor azért 1000 forintot. Aha. Vagy 800-at fogyunk. Tehát ha az Uberes eltéved, akkor őt is le fogod pontozni. Hát hogyne? Hogyne? Igen. De szerencsétlen, ő csak akart neked adni valamit. Mit? Hát mit? Plusz utat? Igen. Vagy mit akart adni? Hát ő egy szolgáltatást akart adni, nem tudta, hogy te merre laksz. Te rosszul mondtad neki. Én csak a bajt érzem benne. Megint egy ötlet, ami nem a miénk. Jó, nézzük meg, jó, hogy ki hogy pontozná akkor azt a taxist, akivel utazott. A törökök egyébként ezt egészen fura módon jól intézik, mert nekik tök mindegy, hogy gyerekkel ülsz, feleséggel ülsz, beülsz. Majd fizet, vagy megvernek. egyrészt vagy fizetsz, nagyon összevernek. Fúra föltekerik az ablakot, 8-asra tekeri a 13 fokos klímát, de a hajadéknek áll kifolyik a szemed, a füledből folyik a jég, és nem tudod neki megmagyarázni, tekerje, nem érti, hogy mi az, hogy menet közben letekerni az ablakot. És 200 wattot plusz a mély nyomor, döngöl a tárkán. Döngöl az olyan szomorú török zene, hogy konkrétan meg akarsz halni, mire odaérsz a szállodába, mert ők ezt az érfelvágós, ilyen asszonysiratós, ilyen férfi kornyikálós, ilyen valamit hallgatnak. El akarsz válni, mire kiszállsz a kocsi. Őket nem érdekli, hogy van jat, nincs jat. Tehát ez teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Ültél már török taxiba. Hát az egy mert az ez egy azért csinálják, ez megbeszélik a szállodával, mert annál jobbnak látod a szállodát. Ja, annál jobban örülsz, hogy kiakasszak. Igen, végre itt a szállodát. Na jó, meghallgatjuk hallgatóink véleményét, jó? Hogy ki mit gondol a legutolsó taxi útjáról. Vannak hallgatóink, akik taxival utaznak, kinek milyen volt. Tessék pontozni, leírni. Jó, hogy milyen volt a sofőr. 8:03, jövünk a hírek után. 3:49 lesz, pontosan 1 perc múlva a hello mindenkinek. Jó reggelt kívánunk, itt vagyunk, gyerekek, letöltöttem. Na, Ubert. Na. Én letöltöttem. Én viszek egy embert. Be kell regisztrálni, meg kell adni egy csomó mindent, és utána rendszám, csinálsz egy bankszámlát, úgyhogy elkérik az adatokat, beírod a jelszót, beírod az e-mail címedet, visszaellenőriznek, rendszám, stb. És az első hát Uberes leszek. Na várjál, akkor én is regisztrálok, és igen? Kérek egy izét, egy fuvart tőled. Mert akkor nekem is Uberre kell regisztrálnod. Igen, neked is be kell regisztrálnod, így van. Ne, nő, de most egymást fogjuk elvinni. Hát ez, szia Feri, már megint te? Igen. Már megint te, hadd vigyek már valaki más. Jó, ő bácsú, és jól tudom. Nagyon elégedett vagyok a Balázs által nyújtott szolgáltatásra. De szétpontozol. Szétfényezel utána. Olyan tízeseket kapsz, hogy öröm lesz. Azért, pontozzál szét. Ugye, többen írják egyébként, hogy... De figyelj, bár egy picit, most na. Nem lesz ebből, szerinted nem félsz tőle, hogy lesz egy, mondjuk egy újságcikk abból, hogy Balázs taxizik? A Balázs rendszeresen gombos Edinával. Gyerekes, hogy elvas a te autódba. Nálunk annyi híresség lakik, hogyha csak nem. Én belőlük megélek. Tehát, hogyha engem ők alkalmaznak, és azt mondják, hogy vigyen a Bali, mert ő jó volt, gyerekek, megvan a másodállásom. Hülyére keresem magam. Hát nálunk nagyon-nagyon sok híresség lakik, jól keresnek, jó munkájuk van. Hát én rájuk specializálódom. Nem tudnak jattot adni. Nem kell jatt. Nincsen, nem fizet, nem éri pénz, nincs pénzezés. Az Uber aha. Levonja. Az aha. Ő kártyájáról és levonja, és ráteszi az enyémre. Itt van már Balázs. Tűn-tűn, itt vagyok. Lesz kis sapkám, kis nyakkendőm, beülök, és viszem az embereket. A gyerekeket, megvagyok. Megvagyok, letöltöttem az alkalmazást. Délután hosszabb regisztrációt kell majd, úgyhogy délután ezzel elpöszmögök. Ott van. Egy U betű a jelük egyébként, és az autóra is ki kell tenni a szélvédőre, hogy te ugye Uberezel. Úgyhogy nem nagyon tudják büntetni, mert valaki írja, hogy ez az Uber dolog azért Pesten nem ilyen egyszerű, Magyarországon törvény szabály az egyáltalán kivégezett személyszállítás, tanfolyam is kell hozzá, stb. Stb. Ez így van. De hogy a dolog azért érdekes, mert ugye egy önkormányzati rendelet az elmondja, hogy sárgának kell lenni az autónak, meg hogy kilométerenként 280 forintot kell ugye vinni. Viszont egy internetes portál szerint ugye van egy lyuk ezen a törvényen, miszerint a jelenlegi szabályozásban személygépkocsi személyszállítási szolgáltatás szabályzó rendelet nem készült. Tehát azt megmondják neked, hogy ha te taxizol, akkor milyen itinerek alapján vihetsz embert. De ha én csak sima személygépkocsival személyszállítási szolgáltatást végzek, akkor jelen pillanatban arra még nincsen rendelet. Tehát vihetlek. Érted? A NAV nem fog örülni, mert hát nem látja a pénzmozgást, de jelen pillanatban vihetlek. Téged. Mert arra nincsen.
arra van, hogy kitaxizhat és milyen itinerekkel. De sima személygépkocsi személyszállítási szolgáltatása jelen pillanatban nincsen szabályzó rendelet. Tehát a jelenlegi szabályozásban van egy lyuk, írja a portál, és igaza van. Igen, lehet, hogy nem engedik. Nincs az, hogy a taxisokat szabályozzák, de ha te egyéb módon akarsz személyszállítani, akkor azt nem lehet. Nem, nem, mert a taxizást szabályozzák, de ez csak személygépkocsi személyszállítás. Aha. Érted? Aha. Tehát oda mész a gombosra, meg a doszpottal, oda mész, hogy olyan kerülő út, ami szemüket, érted? Tehát nem mondhatom azt, hogy én taxizlak téged, ha nem sárga a kocsim, nincs 280 km, de csak beülsz, és én elviszlek, és az egy sima személygépkocsi személyszállítás, az nem taxizás. És így védekezik majd az Uber. Lesz a ház előtt droszt. Tessék? Nálatok lesz a ház előtt droszt. Hát farkas törvények lesznek ott a droszton, tehát... Ja, mert csak előre bejelentkezés alapján nem lesz olyan, hogy a házatok előtt ott húzakodik egymással a doszpot meg a bocskor. Engem vigyen. Péter, menj már, na Gábor, légy szíves, én voltam itt előbb. Sziasztok! Edina, te mit keresel? Nóri, Pali, és a kis Vizsla. De állatot nem viszek. Miért nem? Mi ez a diszkrimináció? Na. Hát mert benne ne enned össze. És a Vizslát? Na jó, de mi lesz a kutyával? Nem, az nem. Gyerekek, itt fogtok majd ülni sárgán az irigységtől, amikor elmondom, mert hogy ezen a délutánon én beregisztrálok, hogy megvolt az első fuvarom. És halálra kerestem. Mennyi pénzt kerestem, és hány pontot kaptam az én utasomtól. Aha. Sárgulni fogtok. Az biztos, hogy akkor fogunk majd sárgulni, amikor egy erdő szélén összekötött kézzel rommávelve fogsz üldögélni az autódba, úgyhogy mindent kipakoltak belőle, elvitték a telefonodat és a kezedet. Akkor leszek majd sárga nagyon. Igen, hát igen. Azért lehet, okot adhat ez az uberezés visszaéléssel, de én ezt kipróbálom. Uberen hívtak, megállsz, kijön a csávó a házból, és egy olyan ember, akit te nem akarsz a kocsitba látni. Mit csinálsz? Beintesz neki? Hello! És tovább mész? Mondjuk, hogy ebből az exkluzív vendégkörből került. Maga előtt. Ördög Nórihoz hasonlító ember, kiragolt a Sebestyén Balázs. Most marod! Igen. Nézzük gyorsan egy-két SMS-t. Fontosabb lenne az autók állapotának a garantálása. Olyan autóval vittek hétvégén, amin szinte fék sem volt. Az autó, ami nyugaton is taxi volt, 300-400 kilométeres selejtezik. Nálunk miért felel meg? Béna sofőrtől ugyanis csak megfelelően biztonságos korszerű autó véd meg, írja Máté, hát ez elég szigorúan van szabályozva, évente kötelező vizsgára kell menniük, tehát azért ezt náluk elég keményen nézik ezt a taxisoknál, tehát amik te 2-3 évente vizsgáztatod, azt hiszem a taxisoknak évente kell. Aha. Nyilván van, aki átcsúszik. Legnagyobb taxis élményem, mikor a sofőr Zámbó Csimit hallgatott és kérdezte tőlem, hogy hiszel még a királyban? Ezután elkezdtem félni, nehogy megbuherálja a számlát. Hiszel még a királyban? Itt azért nem lesz nemet mondani félúton, nem? Tényleg, én milyen zenét tegyek majd be? Berakjak zenét az utasainak? Berakok valami könnyű zenét. Jó, legyen zenei szolgáltatás. Jó. Micsoda? Jó, lesz. DJ szettetből? Hát, Edinára csak a két fura fazon jöhet számítás. Lajostól és Gábortól. Siófok 2 éve, Opel Astra karaván lepukkanva. Vasútállomás, ezüstpart, 3000 forint lett volna. Adtam 1500, a szállodát én kerestem meg gyalog. Óra nem volt bekapcsolva, így is túlfizettem az öreget, írja egy hallgató. Jó, hát vannak ilyenek is, de nyilván egyébként mióta szabályozták, szerintem korrekt a szolgáltatás. Taxis nekem esett, hogy miért cseszek ki vele, hogy vecsésre merek menni Ferihegyről. Válogatás nélkül használt szavakkal szépen össze is vesztünk. Egy hónap múlva ugyanaz a sofőr, ugyanaz a vita. Hát ugye Ferihegyről azt bemondhat, hogy vecsés, és a taxis leszúrta, hogy hogy meri ezt megcsinálni, hogy ő Ferihegyről. Miért nem gyalogol haza? Igen. Alig 5-8 kilométer. Érted, hogy a Ferihegyi szélén tudod. Igen. Az én legutóbbi taxis élményem katasztrófa volt, szegény taxisnak pikkely sömöre volt, a taxi tele volt fehér bőrdarabokkal, és olyan irdatlan, savanyú, büdös volt az autóban, hogy a hány inger kerülgetett, míg oda nem értem, hova akartam. Ez durva volt, ilyet még nem láttam. Az hát kemény. Igen, nálad nincs. Nálad mi van? Várja, hát nálad van, volt egy egér a kocsiban az elmúlt években, ugye? Van egy félrohadó szendvics. Nálam nincs. Még mindig ott van. Garantálom. Nálam ki lesz írva az autóra. Orrszőrmentes övezet. Nálam nem lesz orrszőr. Rengeteg taxis sofőrnál látom, hogy az orrszőr. Az orrszőr azt szerintem, amire nincs mentség. Az orrszőr, ez lesz a felirat az autóban. Az orrszőre nincs mentség. De legalább tudod, hol van. Nem, nekem az orrszőr az egy, arra nincs mentség. Nem a lábad előtt van, hogy nem szippantod be egy nagyobb levegő létre. Ott van az orrában. De én látom az orrában. Az orrszőr az, amire szerintem nincs mentség, de tényleg. Brezsnyev szemöldök kizáró? Bármi, nekem bármi belefér. Az orrszőr az, ami nem. Tehát az én garantálom, hogy nálam ilyen nem lesz. Jó? Hát vagy csak jobb.
Igen. A jobb lesz kitakarítva, mert a bal nem tök mindegy. Igen. Hát azt nem látod. Az nem csak a jobb, hát így van. Az a nyos ünnésen. Nekünk azt mesélte a sofőr, hogy több milliárdos forgalmú offshore cégek vannak Cipruson, és a Hungaroringen, micsoda, és az Eccleston, ő az Eccleston személyi sofőrje, és az Eccleston neki mesélt az offshore cégekről, amik be vannak jegyezve Cipruson. Mi meg csak pislogtunk. Biztos, hogy így történt. Ez egész biztos, hogy így volt, nem? Egy magyar taxisofőr nekipakolt az Eccleston az offshore cégekről. Igen, és valószínűleg egy taxissal vitette ki magát. Magyar oldra legyen szíves! Képzelj el, hát! Alig tudom már, átmented azt a rengeteg, több száz millió eurómat. Szórakozó hely a Bazilikánál. Hajnali 5 szakad az eső, miután elmagyaráztam a sofőrnek, hogy hova kell menni, 50 méter után megállt, és megkért, hogy szálljak ki a kocsiból, mert túl messze van a cél, és kiesik a pörgésből. Na de. Na ilyen nálam nem lesz. Kiesik a pörgésből. Én nem esem ki a pörgésből. Én elviszlek, barátom, oda, ahova akarod. Tesztelj le, keresd meg. Már letöltöttem, délutántól vagyok. Délutántól ott vagyok az utakon. Jézusom. Uberezem. Holnap már lehet, hogy úgy jövök be, hogy megvan az első fuvarom. Na, Edira, pattanj ki! De hát ez még csak a keleti. Hát a Rónáig kéne. Nem érdekes, kiesek a pörgésből, még van egy fuvarom. Már van két másik címem. A teleutcában vissza kell vinnem a Pétert. Jaj, gyerekek, dögre keresem magam. Majd meglátjátok. Sárgulni fogtok. Az utolsó utazásom, amikor taxiban ültem, késő este a sofőr bepróbálkozott, csak mert fiatal vagyok és lány. Éppen ezért nem taxizom 2 éve. Na. Most ezek nyilván kifejezetten a negatív példák, tehát taxisaink nevében mondom, hogy a Morning Show-t hallgató taxisok nevében ne háborodjanak fel, ez most nem arról szól, hogy lejáratjuk a szolgáltatást, csak kíváncsiak vagyunk, hogy milyen negatív tapasztalatok vannak. És még egyszer elnézést, hogy bepróbálkoztam. Igen, hogy Jani kicsit szemtelen. Ő egy hónapja uberezik. Baseball sapkában, álszakában, ne használataid. Le az Uberral. Uh-huh. Jó, de... Annyit kérnék tőled, hogy... Majd meglátjátok, hogy bajok lesznek. Majd meglátjátok. Mi van, ha beül hozzám egy navos? Na, tessék. Mi van, ha elviszek egy navost? Elviszel egy navost, és de nem én beregisztráltam valahova, és nekem levonják. De nem adsz róla számlát. Hát nem adok számlát. Neked nem vonnak le semmit. Én csak... Te kapod a pénzt. Aha. Kapod a pénzt, és nem adózod le. A navost tök jogosan megy. Utána jön az erkölcsrendészet, és az is tök jogosan. Honnan ismerem meg a navost? Jó napot kívánok, itt az igazolványom. Már majd a végén, de az elején. A délceg járásáról. De tényleg, mi van, ha egyből kikapok egy navost, és az egész uberezésen bedől? Honnan? Nem tudom megismerni. Hát két fiatal mosolygós csaj, és azt mondja, szia Balázs, láttuk, hogy erre vagy, vigyél el minket a Palatinus strandra. Igen. Érted, és a végén kiderül, hogy navosol velünk. Igen. Gyere be velünk, hát nem? Nem tudom megismerni. Hát nem. De figyelj, szerintem egyébként úgyis az egésznek a próbája az lesz, amikor majd nem csak a környéketekről viszel embereket. Tehát én azt javaslom, hogy ha majd mondjuk már Edinával, meg Péterrel, meg Gáborral így összejött, meg a Nórival összejött így a rutin, akkor tedd már meg létszés, hogy egyszer fölveszel egy fuvart mondjuk itt Kőbányon a Hős utcában is, jó? A kedvemért. Jó, köszi. Jó, először VIP taxi lesz, az nagyon belejövök. Jó, tehát hogy azért arra kíváncsi lennék, hogy ott a Pongrác és környékén, hogy esetleg fölvennél egy fuvart, akkor én arra gondolok, hogy arra befizetnék. Ha olyan majd lepontozzuk. Na jó, nekünk is van egy ajánlatunk egyébként, abszolút témába illik, 9 óra után elmondjuk, hogy holnap mi is megtaxiztatunk majd valakit. Jó, elmondjuk, hogy jött az ötlet, miért, kit, hova, és miképpen az biztos, hogy egy ember holnap luxus autóval megy majd a munkahelyére. Nem kell érte fizetni, nem vonunk le semmit a kártyájáról, csak elvisszük a munkahelyére. Na de várjál, nekem luxus vagy neked? Mindenki. Mert ja, jó. Ja, tudom, hogy neked egy Fiat Multipla is luxus. Igen. Pótkerék! Index! Fuck! Igen. Na jó, 3-ugrás, játsszuk már is valakivel. 3-ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Csak még egy SMS előtte. Taxistól végighallgattam a prostata problémáit és a rávaló gyógymódokat. Én lány vagyok. Jaj, de pont azért, mert szélmes. Gyönyörű. Halló, jó reggel! Halló! Konnichiwa! Mi, csak a végét hallottam, hogy ki vagy? Konnichiwa, Japánból. Anita, Japánból! Anita! Anita vagyok Japánból. Hello, honnan? Melyik tartományból vagy? Honnan? Chiba régió, Tsunanuma. Oh, de jó! Ez most tényleg ő kim a Japánban? Igen, te most ilyen pillanatban tényleg kim vagy Japánban?
igen, de ott akkor... Magyar után 4 óra van. Igen, nektek egy hazamenős műsor vagyunk tulajdonképpen, nem? Igen, kávé. De azért hallgatni titeket, mert mindig jó, mi nem lesz a délután, meg az estém. És akkor reggel fölkezd egy japán reggeli műsorra, és délután meghallgatsz minket hazafelé? Nem, a jáksóra kell. Igen. Kemény. Mit csinálsz Japánban? Úristen, tudod, megösztélyed a életem szerelmével. Aha. Egy japánnal? Igen, igen. De nagyon... Vigyázz, Peters. Sétálok Tokióba esténként az utcán, az összes japán végignéz, voltam valami kávéra, valami küdítőre, valami kaját akar nekem venni. Te jó. Keveset értettem. Nagyon halk vagy. Mindenre meg akarják hívni. Ja. Tehát nem kell vinni költőpénzt. Örülnek meg, hogy jó nő van végre Japánban. De nem kihangosítom vagyunk, ugye? Na, most hangosan lettél kicsit. Hát ugye, hosszú szőkésbarna hajam van, kék szemem, jó kis testalkatom, úgyhogy jó, hogy végignézek rajta. Na, főzik eszemek, 110-es melbőség. Igen. És azért mentél ki Japánba, hogy összeszedjél egy japán palit? Jött egy lehetőségem, és éltem vele, és ki tudtam jönni. Milyen lehetőség volt? Turista vagyok kint, és most van kapcsolatom is már kint. De ez úgy turista, hogy rengeteg lány megy turistának Dubájba, vagy ez az a szó hagyományos értelmében, vagy turista? Nem. Én normális. Te normális turista vagy, kimentél turistáskodni, és összejöttél egy japánnal. Uh-huh. Igen, tehát nekem született, nekem egy életem álmom volt, hogy ide kijussak, akár pedig haszakad, én úgy voltam, hogy egyszer kijutok ide. Tehát én kijöttem ide nézelődök, kijöttem Tokióba. És hát harmadik napon megismerkedtem egy nagyon cuki japán sráccal. De jó. Hogy hívják? Matsukami Soyoshi. Soyoshi, ő nagyon cuki, aki Soyoshi, ő nagyon. Igen. Ő nagyon helyes. Matsuda úr a Fuji koncerttől. És úgy ismerkedtünk össze, hogy Szakét volt a köldökömbe. Egy vállalati parti. Mesztelenül kellett feküdnem egy sushitálon, tudod, rajtam is sushitálon. Ő volt a sushitál. Amúgy nagyon normális, kint a japán emberek, mert 5. napom van. Péntek 13-án sikeresen eltévedtem Tokió város negyedében, Ueno-ban. Ott az Ueno-i állomáson, akkor hogy jutok vissza a Okachimachi Station, ami szintén Tokióban van. És jött a kis Sachiachi. Aha. Oda jöttek hozzám az emberek, és megkérdezték, hogy mi a baj, miben tudnak nekem segíteni. Szóval hogy hívják a betegséget, ami miatt így nézel ki? Igen. És akkor most mennyire ég maradsz kint? Hát nem tudom, én az még esetleg most itt van egy kapcsolatom, mert boldog vagyok itt kint, úgyhogy Magyarország lassan a felejtésbe megy. Jó, yeah, de azért hazadsz pénzt, nem? Adózol. Nem? A ilyenbe. Nyugtasd meg azért. Küldöd az adóbevallásodat. Igen, hallom, hogy könnyetek ki Japánba a napot. De ha ez ilyen könnyen megy, én megbeszélem otthon, hogy esetleg én is kirúzzadik, az a szingli japán csajok vannak? Nem segy. Szeretek neki egyet. Mit csoda? Olyan, na jó, meg elvilágosítalak, hogy a japán csajok mit szeretnek. Jó, a videó megosztó portálokon mindegyik szingli. Imádnak szenvedni. Imádnak szenvedni. Na jól van, oké, Anita, hát akkor egy fura hármas ugrás, ugye nálad 4 óra, nálunk 9 óra, de hát igen. Ez talán nem olyan fura. Mondjuk, a gyártás nem fog örülni, ha nyersz. Kiküldeni az ajtót. Azért oda már a postatől csak utánvételre tudjuk kiküldeni, neked kell majd fizetni. Na, mehetünk? Mehetünk, jó. Dedikált nyakbalkasztóért így szól az első kérdés. Melyik világhírű rockcsapat társaságában lépett fel a múlt héten az Omega zenekar? Hát szegény, hát ez egy hazai esemény. Ez így van. Tudja. Így van, a hősök terén. De mikor mentél ki Japánba? Múlt héten? Hát ez a 30 hetem már kint, de az internet közel, van internetem. Az hát, utcán és meg a vonaton is internet van. Hát igen. Hát így alakult. Mehetünk tovább? Persze, menjünk. Így szól a második kérdés dedikált Egér Alátétért. Melyik megyénkhez tartozik az ország legészakibb pontja? Bazd megye. Így van. Bazd-Bazd-Bazd-Bazd-Bazd-Bazd-Bazd-Bazd-Bazd Szentrén megye. Nagyon jó vagy. A település pedig Hollóháza egyébként. Már 3 hete kint vagy, de nem felejtesz. Ez nagyon szép. Jöhet az utolsó kérdés? Hát az ember nem felejti el a gyökereit. Kropko Péter. Még egyszer a nevét. Kropko Péter.
Hát, csak tippelni tudok, triatlon. Így van, így van. Nagyon nagy vagy, így van. Többszörös Ironman Strongman. Tudja. Így van. És hogyha egy picit utána jársz egyébként a dolognak... De, ügyes vagy, jól tippelt. Marha érdekes egyébként, mert a Pétert kis túlzással istenként tisztelik egyébként Japánban. Igen, vegyél fel egy Kropko Péteres pólód, és meglátod, milyen sikered lesz. Oké, Anita, gratulálunk, ügyes vagy. Hát nem mondom, hogy az ajándékot kézbesítjük, de kiküldjük valahova, vagy mondasz egy magyar címet, és akkor elküldjük, jó? Ezt mondok egy magyar címet, jó. Majd nektek. Jó, oké, vigyázz magadra ott kint, örülök, hogy beszéltünk. Örülök, hogy hallottam titeket. Ciao. Hello. Kellemes délutánt, hello. Sajnára. Nektek meg kellemes napot. Macudacu. Kavasak. LG. Sajnára. Ciao, Arita, közi, hello, hello. Teljes képzavar. Morning show van. LG megmérettetésre. LG. A totális képzavar, tudod. Számtunk. Na jó. 9 óra volt pontosan, 4 perccel. Ugye mondtuk, hogy mi is megtaxisztatunk majd valakit, mondjuk 9 óra után a részleteket, jönnek a hírek után, itt vagyunk mi is. 4:10 múlt 3 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk újra, élőben egy hete szabadságunk után. Hello Jani, hello Feri. Jó reggelt. Napbarnitottan, én sápadtan, ti. Hát tényleg. Félj, most felmentem Bélkőre, nem vettem fel a baseball sapkámat, hogy ne izzadjon annyira a fejem. Annyira lesültem, de egészen a gallérig természetesen, hogyha az egész fejem rákvörös volt, és itt van egy ilyen perem, mintha, nem is tudom, mintha egy ilyen sísapkal lenne rajtam, le van húzva. Addig nem néz ki rosszul, még nem veszed le a pólódat. Ez helyessé akkor válik, amikor levetkőzöl, és látszik, hogy... Aztán ki van gyomlálva minden? Hát ez a, ugye ez a... Igen, ez olyan, amikor kirakod a bal kezedet, és csak a bal kezed ég le. És hat árnyalattal sötétebb a bal kezed, mint a jobb, mert az állandóan kín van, hülyére ég, míg a jobb kezed nincs leég. Vagy más néven agrárbarna. Szörnyen tud kinézni. És nézem az egyik kereskedelmi csatorna reggeli műsorát, aha. És gyerekek, több mindent vettem észre. Az egyik, hogy... Hogy a két kiscsajt és trütkot leszámítva egész jó felhozatal, hiszen... Hogy a potyautas trütkot leszámítva. Nem. Egyrészt a trütko betűrte az ingét, és egy normál méret van rajta, gondolom ez annak köszönhető, hogy bezárt a Józsefvárosi piac. Nem? Tehát, hogy... nem lehet vagy nem vett alsót is. Nem lehet 6 számmal nagyobb kínai ingeket kapni, ezért valamelyik stylist végre ráerőltette a trütkóra azt az inget, ami jó rá, és hát be van tűrve, hát ez az ő életében mérföldkő, mert betűrve még rajta soha nem volt. De ezt mondom, annak tulajdonítom, hogy nincs Józsefvárosi piac. Tehát így elindult egyfajta fejlődés az vagy ő öltözködésében. Vagy mostak, érte? Mi történt? De hogy nincs annál kellemetlenebb szerintem egy előadónak, szegények, de hát ugye menni kell a promóció miatt, amikor kezedbe adnak egy mikrofont, ott áll veled szemben egy operatőr, és most azt hiszem talán a... Gájer Bálint. Ja, jó, tök más nevet akartam mondani, de jó, hogy kimondtad, köszönöm. A Gájer Bálintnak kellett ugye énekelnie szegénynek, és elhitetni, hogy ő mekkora koncertet úgy, hogy egy valamilyen halastó partján vannak, és egy operatőr áll veled szembe. Hogy előadó szempontjából ennél kellemetlenebb dolgot nem tudok elképzelni szegényeknek, de hát menni kell, mert ugye hát nyilván látják, sokan nézik, promóció. Gyere át a hídon, és akkor énekeled azt a nagy slágeredet, jó? És elénekli a slágeret, és csinált olyat, hogy fogta a mikrofont, és így tapsolt. És vele tapsolt együtt a fás. Várjad, veled szemben ugye elképzeltem, hogy ugye vele szemben mi van? Majd mindjárt erről is beszélünk. Veled szemben előadóként kiáll? Áll egy operatőr, meg áll egy világosító, egy ilyen lesztolájtal a kezébe. Ő ugye ez a nagy lap, amivel ugye derítenek az arcodra, hogy legyen egy kis fény, és te és fogod a mikrofon. A tomboló tömeg. És elkezdesz tapsolni. A kezek erdeje, a snake pit. Igen. Azért stage divingot erre még nem tudsz végrehajtani. Hát erre nem. A stégről, ami énekellett kell. És ha óriási meggyőződéssel ugye elő kell adnod életed dalát. De nyilván nem sajnálom őket, a promóció miatt mennek, de ennél hálátlanabbat nem tudok elképzelni, nem? Amikor ilyet kell csinálnod. Hát igen, és itt egy botanikus kert kellős közepén, ahogy látom. Igen. De hál' Istennek legalább nagyon szép portrék készültek. Mint Zsuzsáról és Trütkóról, Trütkóra nézve előnyös. Hát igen, Trütkó fölismerhető a sapka miatt. Igen. Na, gyerekek, ugye mondtuk, hogy mi is megtaxisztatunk valakit, mert hogy hamarosan hazánkba látogat a Top Gear csapata, és egy élő adással készülnek ők a budapesti arénában,
amikor is egy 90 perces nagy showt mutatnak be. Ugye hát aki szereti az autós műsorokat, az tudja, hogy az autós műsorok királya ugye a Top Gear. Nagyon sokan nézik, nagyon sokan szeretik. Jönnek ők, és ez egy élő aréna show lesz, humorra, cívódással, tréfás kis betétekkel, meg autós kaszkadőr bemutatása. Tréfe, így írták, hogy lesznek tréfás betétekkel? Azért. Tréfás betétekkel. És ugye ennek örömére, mindjárt összeteszem a kettőt, hogy ez hogy kapcsolódik, egy tűzpiros Jaguar F-Type-al mi holnap valakit betaxisztatunk a munkahelyre. De ez még nem az Uberezés. Ez még nem. Ez még nem. Tehát nem te viszed. Nem én és nem kellett fizetni, nem vonnak le. Igen. Egy hallgató egyébként majd részt vehet ebben a showban, és lehet találkozni majd Stiggel, közös fotó is készülhet velem, ugye egy backstage túra keretein belül, és valakit holnap a show keretein belül, mint egy promotálva ezt a rendezvényt, beautóztatunk valakit. Az nagyon, én nagyon szeretem Stiget, az Englishman New York című száma, azt szerintem kiváló. Imádod. Hát most nekem nem annyira szimpatikus ez a Stig, mert lenyilatkozta, hogy senkinek nem ad majd a gyerekeinek, meg az unokáinak az össze dolgozzanak meg érte pénzből. Nem, igen. Erről is egyébként beszéltük egy filmben. Na de majd erről később. Meg a saját na, ne hagyjuk, hogy beszélgetésünk más irányt vegyem. Aha. Most a Stig az azért jó, mert azt nem tudjuk, hogy ki. Tehát ő Stig mindig csak egy ilyen egy overában és egy bukósisakban jelenik meg mindenhol. Tehát Stigről senki nem tudja, hogy kicsoda. Nem biztos, hogy az igazi Stiget hozzánk ide? Vagy ő az igazi Stig, aki itt lesz? Biztos, hogy ő az igazi. Ő az igazi Stig. Ficsesz. De szerintem egyébként ezt a kedves hallgatót, hogy ki fogunk sorsolni, leginkább az érdekli, hogy az a Jaguar igaz-e, és az pedig igazi lesz. Így van. Én egyébként tökre örülök, de nem úgy van, hogy ha elmennek valahova, valamilyen országba, és akkor ott csinálnak egy ilyen show-t, akkor annak a show-nak a részévé válik valamilyen ottani autó, amit abban az országban gyártottak. Hát, hogy mit tudom, hogy lesz egy puli, vagy lesz egy, mit tudom, egy rávavontató, vagy... Szerintem nem. Nem? És egy Csepel lajtos kocsi se lesz? Hát majd bedumálok neked egyet. Hogy valami magyar sajátosság? Hogy igen, hogy valamilyen tipikusan magyar. A mi autógyártásunk ugye azért... Hát azt nem tudom, hogy tesznek-e bele, azt nem tudom. Nem valószínű. Egyébként gondolom, egy kész show-val jönnek, egy kész produkcióval. Jó, a kérdés úgy szól, hogy mikor rendezik meg ezt a Top Gear Live-ot, jó? Ez... július első hetében lesz, ha valaki esetleg nem tudná, abba kellene beletrafálni, hogy pontosan mikor rendezik meg a Top Gear Live-ot Budapesten. Jó? SMS-es számunkra el kell küldeni a jó megfejtést, és a jó megfejtést beküldők közül valaki 10 óra előtt mi kisorsolunk, és beszállítjuk, hogy elszállítjuk holnap a munkahelyére. Így azt van. Mondtam, hogy mivel? Igen, egy tűzpiros F-Type-al. F-Type-al, így van. Menőgép. Az egy, igen, az egy kétszemélyes kábrió. Igen. Szép autó. Szép. Szép. Jó. Így van. És ha még azt is megírjátok, hogy a Message in the Battle című Stig szám. Mikor jött ki a kasztatlan? Igen. És Laci, segíts egy picit, hogy most sorsoljuk a hallgatót erre a rendezvényre? 10 után visszajövjük, és 10 után nyer meg valaki egy jegyet erre a rendezvényre? Vagy az, akit elviszünk a jagu... Vagy akit elviszünk a Jaguárral, az megy be még erre a rendezvényre is? Uh-huh. Azt majd valamikor játsszuk. Aha. Menő lesz. Hmm. Tehát két nyertesünk is van. Van egy F-Type-os, van egy belépő, és még van egy belépős. Uh-huh. Az eszem megáll. Hát így, Laci. Ahogy mi visszajönk, úgy mások elmenni szoktak. Bizonyán. Jó, tehát mikor rendezik meg a Top Gear Live-ot, aki ír, az holnap egy Jaguar F-Type tűzpiros szuperjárgánnyal mehet be a munkahelyére. Egy ember, jó, az autó két személyes, tehát egy ember tudunk elvinni, nem tudunk többet vállalni. Mert van egy sofőrünk is, értelemszerűen, igen. És ha nekem jó a csomagtartó, elől van az F-Type csomagtartója, vagy hátul? F-Type, farmotoros? Nem tudta semmi fejből. Hogyne, persze. Ja. Hát vicces. Tehát, hogy előre be tudok-e feküdni például én? Na. Nem, elő van a motor. Elő. Persze, uh-huh. Nem farmotoros, elő van bizony, a motor. Bizony, de ma nem nyerhetsz. De miért nem? Az miért lenne, nem? Holnap felé begurulna. Egy Jaguar F-Type-al. És itt is van nyertesünk. Igen, Feri lenne. Jó, tehát ez a kérdés akkor. Itt a Juli, hello, gyere be, mert Szabin voltál. Mi az, hogy mi is? Jó, most nem kell rögtön visszavágni. Hát az a lényeg, hogy te voltál. Várj, csak egy kérdés, kívülállóként tiszta volt, amit elmondtunk?
Az, hogy mit jaggalmarazod? Nem. Egyetlen. Ki nyer, ki megy be. Érthető volt, hogy... Te érted? Mert te kívülről hallottad, mi néha belülről másképp éljük meg a dolgot. Azért kérdez, érthető volt, hogy... Csak annyi jött le, hogy a Balázs nincsen képen. Jó, de elmondtuk. Jó, holnap taxisztatunk ezzel. Holnap taxisztatunk jaggalra. Figyelj, még mindig nem tudtok lefűzni erről a műhegyes horgászatról. Mi? Műlegyes horgászatról nem tudok mindig lefűzni. Igen, mert tollak vannak a fülemben. Jó, ezek nagyon érdekes fülbevalói vannak, hogyha megnézi valaki, vagy első ránézésre, hogy azt gondolná, hogy madarakat tartanak otthon, és már elhunytak. De fülbevalót csináltak belőle. Ez vagyok színes egyéniség. Mi van, voltál Szabin? Pihentél? Jó volt? Nem sokat pihentünk. Na mi volt? Baj volt? Hát az első... Nekem mindig valahogy a gyerekek úgy időzítik. Kapuzárási pánik? Így van. Ezeket a betegségeket, hogy szabadságra vagy egyebekre essenek. Itt lebetegedtek? Hát hétfőn felhívott minket a Lidinek az óvónője azzal, hogy a lepkehimlő járvány van, és hogy menjünk azonnal, mert hogy a Lidike úgy néz ki, hogy... Lepkehimlő? Ez így csak bárányhimlő volt, de ezek már repülnek is? Rohadt életben, milyen világ ez? Az is, hogy ezek felszálltak az iskoláját. Ilyen lepkefoltban, formában ilyen piros lesz tőle az arcod, és előtt ez ilyen 3 hétig tartó betegség. De ezt nem lehet, hogy az óvónők találták, hogy elmaszkírozzák a gyerekeket, hogy előbb be tudjanak zárni, szabadságra tudjanak menni. Lepkehimlő? Vagy csak így állt ezt a két pofont? A gyerek egy ritka lepkehimlőben szenvedő. 100 éve nem bukant föl magyar óvodákban, most megjelent. De és hát, ez mi, viszket neki ugyanúgy, meg fáj? Hát állítólag belázasodsz tőle, olyasmi tünetei vannak, mint az influenzának. De, állítólag az se jelenik meg mindig, szóval ilyen lepke foltban az arcon, ilyen piros rózsás folt. Uh-huh. Ez ennyi, és esetleg belázasodhatsz tőle. A gyerekorvos, mikor meghalotta, akkor röhögött egy nagyot. Na várj, és belázasodott nem, a gyerek? Nem, semmi. Hát tehát ültetek otthon egy hétig úgy, hogy veszély van, érted, és nem történt Nem. Annyi volt, hogy hétfőn felhívott minket az óvónő, aki egy rettenetes nagy hipohonder, hogy a Lidi köhög. De az óvónő fél, hogy ő elkapja, tehát úgy hipohonder, hogy... Ne, hát mindenkit megfertőz. Mert akkor az egész csoport beteg lesz, és a Lidi meg óriás egy színésznő, és rájött arra, hogy az összes óvónőt lehet ezzel manipulálni, úgyhogy mikor beértünk, akkor azt láttuk, hogy a Lidi ül az ágy a szélen, és... Édesem, a délutáni alvásból föl kell köhög nagyon. Köhög nagyon, és azonnal látszott, hogy semmi baja nincs, amire leértünk a kocsihoz, már játszótérre akart menni, úgyhogy megint megszivatta az egész társaságot. Hát azt minden gyerek csinálja, ez az óvodai szimulálás. Igen, csak értem, csak az óvónő különbséget tud tenni, hogy mi az, ami komoly, ciki, és mi az, amikor a gyerek szabad. Ez veszélytelen. Most nézem egyiket az interneten, hogy gyakorlatilag teljesen veszélytelen. Egy-két alatt elmúlnak a tünetek, de semmi. Nem is fertőz? Na, hát de fertőz cseppfertőzéssel, de hogy semmi azon kívül, hogy ilyen látványos, hogy tele lesz egy kis pöttyökkel, aha, meg lesznek rajta ilyen folytok, gyakorlatilag semmi. Minden esetre kedden elvittem őket orvoshoz, mert hogy egy hét múlva mennek táborozni, képzeljétek el. De jó! Az jó! Mind a két gyerek eltűnik egy hétre? És akarnak is? Igen. Vagy csak a szüleik akarják. De már alig vár. Úgyhogy a biztonság kedvéért elvittem, hogyha ne adj Isten, mégis lepkehímlős, akkor lássa egy orvos. Mondta, hogy nem lepkehímlős, úgyhogy gyorsan be is oltatta kullancs ellen. Szerdán pedig a fiamat vittem fülorgégészetre, úgyhogy az egy hétből 3 nap az rögtön pipa. De semmi baj nem volt, de azért beoltotta. Igen, jó, megkapott minden oltást. Hány évesek a gyerekeid? A fiam 7, a lányom meg 5,5. És már odaadod egy hétre táborba? Tök igaza van. Képzeld el, hogy adódott egy lehetőség. Az óvónéni azt mondta, hogy a Milánt viszi, és akkor mondtam neki, hogy nekem az a jó, hogyha mind a kettőt viszi, és azt mondta, hogy akkor viszi a Lidit. Nem akar még kettőt vállalni? Vagy Benny is jön, akkor még hogy hármat. De ez milyen tábor? Romhányban bogarászós többek között. De egy ilyen multikulti tábor lesz, ott egy csomóféle fajta program, ott van a tó mellettük, ott van kalandpark mellettük. Hogy egy bogarászos nincs menza? Nem, lesznek ilyen egy csomó program, hogy például kimennek, és akkor bogaráztak, és akkor felfedezik a kertet, akkor esti számháború, akkor mindenféle. Tehát, hogy nincs program, és akkor kiviszi őket bogarászni. Csak olcsó, tök jó. Gyerekek, semmi illat bogarász. Gyerekek, a helyzet gyerek, nagyon rossz, de nem reménytelen. Kikapcsolták a vizet, kikapcsolták a villanyt, megyünk bogarászni. Mi az ott? Kabóca! Kabóca! Nem, mennek kiránduló eskor. Pudobács! Egyébként jó, az a Bennyvel is imádok bogarászni. Gyerekek, tudtátok, hogy a hangkaling sötétbe virágzik? Úgyhogy felsoroljuk most a lámpát. És mi volt a leghosszabb idő, amíg távol voltak? 3 nap. Illetve mi voltunk távol 3 napig. Ők otthon voltak. Ó, akkor az első egy hét jött a megvannak a gyerekek. Így van, így van. Hát az. Akkor mindenféle nagyon pajzán dolgok kerülnek majd elő a kis... táborba. táborba. Hanem majd a ruhás szekrényből felújíthatod a kis szettedet, a combfixedet. Hogyne, egy hétig le se veszed, a párod az ormányán egy 3 ágúval fölköti a 3 ágút az orrára. Tehát ez most akkor nagy tudod, Balázs, ez nálunk sose volt akadály. Az is igaz, hát hogy tudom, hogy amik a gyerekek fürdenek, ti meg kicsit egymást estek a hálószobában. Egy hét, akkor
táblázva? Múzeumok, mozik, színház, vacsora, mindenhova? Hát a Miró most megint csak 24 órás üzemmódban van, mert foszi VV van, úgyhogy... De igen, tehát hogy most nyilván jóval, jóval nagyobb szabadság szakadt a gyakunkban. Én rájöttem, hogy amikor egy napig nincs otthon a család, akkor pánikrohamot kapok. Mert megfejtettem, hogy azok a szülők, akik ugye sokat vannak a családjukkal, mint minden normális szülő, az amikor egyedül marad, nincs az érzésetek, hogy egyszerre akartok hirtelen mindent csinálni. És mivel mindent akartok hirtelen csinálni, ezért semmi nem jó, amit éppen csináltok. Nincs ilyen? Igen. Nem tudok erre ráfűzni? Következő történik. Mondjuk Viki azt, hogy elmegy a gyerekkel egy napra valahova. Enyém az egész nap. Jó. Elkezdek gyorsan nézni egy sorozatot, de rájövök, hogy mindjárt elmegy az idő, kéne valamit enni. Hál' Istennek vannak olyan oldalak, amikre beírhatsz akár egyszerre 8 olyan keresőszót is, ami mind megtalálható azon az oldalon. Elkezdek sorozatot nézni, de rájövök, hogy ezzel megy az idő, nem jó, kéne valamit enni. Elkezdek enni valamit gyorsan pánikszerűen, de tudom, hogy már csak 5 óra van, amit egyedül tölthetek, ezért rájövök, hogy nem is vagyok ennyire éhes, inkább elmegyek egy kicsit olvasni. Elolvasok 10 oldal, de tudom, hogy már csak 4 órát tudok egyedül lenni. Hirtelen akkor de újra... még teniszezni is akarok. Még magamhoz is kell nyúlni. Ez már a harmadik. És az egynapos kimenőt kapó szülők abban a betegségben szenvednek, ezt nem sok embernek ismerős, hogy hirtelen rátör annyi szabad idő, hogy hirtelen nem tudsz vele mit csinálni, és mindenből akarsz egy kicsit. Az egyedi helyzet csak egy agyvérzés seldőt. Elkezdek pánikról, már csak 2 óra, csak 1 óra! És rájössz, hogy mindent akarsz egy kicsit. Kicsit enni, kicsit sorozatot nézni, kicsit olvasni, kicsit a kertbe lenni, kicsit mindent csinálni. És aztán úgy megy el az időd, hogy rájössz, hogy semmit nem csináltál igazán, mert annyi szabad időd volt hirtelen, hogy semmiben nem tudtál igazán kibontakozni. Nincs nektek ilyen? Az a fura nekem, hogy nekem otthon vannak a gyerekek, akkor is sokkal jobban tudom például rendszerezni a szabad kapacitásaimat, hogyha otthon vannak a srácok. Nem ismeri senki ezt az érzést. Én ilyenkor lefekszem aludni végre. Kicsit alszom, fölkelek, nem akarok aludni, nehogy már alvással menjen el az idő. Hát van most egy napon, elmentek kirándulni, nézzünk egy sorozat. Sorozat nézés, nem rablás, ilyenkor sorozat nézés, együnk valamit, csinálok egy jó ebédet. De már nem is vagyok éhes, akkor inkább újra lefekszem. Wikit, és végigcsepegetjük ezt a párról. És hirtelen annyi időd lesz, mert ugye nem szoksz ahhoz hozzá, hogy egyedül vagy a lakásban. Meg hogy nincs gyerek zsivaj körülötted. És mindent akarsz. És a nagy mindenből, a nagy büdös semmi nem lesz. És aztán jönnek. És aztán már itt van. És elgondolod napodat, és rájössz, hogy semmit nem csináltál. Mert annyi mindent akartál, nem? Nincs ez? Hát mondom, én sokkal jobban tudom rendszerezni a szabad kapacitásaimat, hogyha a gyerekek otthon vannak, mint akkor, amikor nincsenek otthon. Tehát ha nincsenek otthon, akkor nekem elúszik a nap. De nem azért, mert nézem a sorozatot meg közben magamhoz, hogy mit tudom én csinálni. Nem értem, hogy most miért ennek kell kihelyezni. Mondjuk most, hogy Miró úgyis végig dolgozza ezt az egy hetet, biztos előkerül majd a karácsonyra kapott karóra varjú játék. Az amúgy is ott van a polcon. Nem értitek ezt a dolgot. És akkor egy hét mi a program? Mi lesz? Mesél. Egy hét gyerek nélkül, hát az maga a Kánaán. Most majd ezt ilyen szabadon fog szerveződni. Szabadon szerveződni. Takarítás, ablaktisztítás. De jó lesz. Takarítás, igen. Jó lesz az. Szegény Miró. Mikor mennek? Jövő héten hétfőn. Jövő héten hétfőn, vasárnapi. Reggel 7 órára kell odavinni a csomagokat az egyik barátunknak a lakására. És odavinni a gyerekeket is, és akkor 7 órakor elviszik a csomagokat, 8 órakor pedig elindulnak a kapcsolatban. Ti integettek majd a busznál, eljátszátok, hogy mennyire szomorúak vagytok, egy kis műkönnyet is elmarzsoltak, zsebkendő, hagylásra a gyerek, közben persze nyilván nem, és aztán egy hét szabad idő. De igen. Jó, illetve nem, mert hétfőn este majd jön a telefon, hogy a gyerekek szeretnék hazavinni időket. Én nem érzik jól magad, bogárkeresés közben. Ti nem mentek táborba? Még nem merjük bevállalni. Hát ez 4 év. Mi hova mennek? A Velencétóról menjenek a balatoni táborba? Hát azért, hogy mi nem vagyunk ott, az nem lenne rossz. Nem lenne figyelj, rossz. Állítólag nem rossz. Önállósodnak egy kicsit. Most az én gyerekeim, hát már nem szólnak, elmennek fagyizni egyet. Igen. Mondom, gyerekem, gyere már vissza. Amúgykor megkerültik a Velencei tavat bringában. Igen, persze, és átoszták kétszer. Gárdonyba. Ti visszitek ügyeletbe? Benit? Hát, ha rosszul van, akkor igen, de inkább kihívjuk az orvost. Óvis ügyeletbe. Óvis ügyeletben nem valószínű, hogy visszük, mert máshol van az óvis ügyelet, mint a normál óvi, és ezt nem nagyon szereti a Beni. És mivel hát nálunk egyértelműen ő a csapatfőnök, ő diktál, és ő mondja meg, hogy a két szülő mit csinál és merre megy, így ő kijelentette, hogy neki az óvis ügyelet nem szimpatikus, úgyhogy nem, de nálunk viszont nagyon jó, mert nagyon sokáig van óvi. Tehát normál óvi is, ami július közepéig van. De igen, de egy hónapra leáll. Nyilván arra az egy hónapra nem viszed, de a következő jó, de azt a gyereknek nem kell tudnia. Lehet, hogy egy kicsit gong az épület. Abszolút. Azt mondod, hogy átköltöztek. Nem, beadom reggel, és mondom, Beni. Bemelegítés 10 perc fogócska. De apa, egyedül vagyok. Nem, ne törődj veled. Mert a többiek ennyire elbújtak. A gyerek délig fogócskázik, bujócskázik, nem tudom, fölhív, de apa, nem találtam meg senkit. Jó, jöhetsz haza. Egyedül, iskolából, óvodából hazafelé. Nem, hát nálunk július közepéig tart, 3 hétig nincsen semmi, akkor van ügyelet.
oda nem visszük, és aztán augusztusban megint nyílik már a rendes óvi. Aha. De óriási trauma szerintem egyébként a szülőknek, úgyhogy nincs ügyelet, mert van egy csomó óvoda, aki nem biztosít ügyeletet. Na hát ez az. Én ezt nem is értem egyébként, hogy ők ezt milyen alapon tehetik meg. Nem tehetik meg. Elvileg nem tehetik meg. Elvileg minden óvodának ugyanek kell, hogy legyen helyettes óvodája, és képzeljétek el, hogy például a Lidieknél nincsen. Nincs helyettes óvoda? Tehát nincs ügyelet? De biztosítani nem sikerült kéne ügyeletet. Nem sikerült egy hónap alatt ennek a végére jutnom. Ők leállnak, és három gyerek kért csak ügyeletet állítólag. Azt mondták, hogy arra nem rentábilis kinyitni az óvodát, nem fogják kinyitni. De nem kötelezőszerűen kell az óvodának ügyeletet biztosítani, nem? És ha ők nem biztosítanak, akkor meg kell jelölni ők egy másik intézményt, aki biztosítja, így van. És ők megjelöltek egy másik intézményt, ami szintén zárva van abban az időszakban. Aha, jó. Ez totál nonsense. Jó, de csináltad erre rajta, hogyha a vezetővonőt lehipohonderezed mondjuk adásban, akkor azért lehet, hogy nekem se lenne kedvem ügyeletet fenntartani. Igen, de erről most tényleg sokat cikkeznek, hogy nem tudják a szülők hova tenni a gyerekeket. Igen, azt hiszem, hogy 12. kerületben is vannak ilyen helyek, ha jól olvastam, hogy azt mondták, hogy hát sajnáljuk, felújítjuk az óvodát, és az ügyeletes óvoda is felújít, tehát akkor old meg. És hogy? Na mit csinálsz ilyenkor a gyerekkel? Táborba még nem tudod vinni, nagyszülők mondjuk nem mindenkinél vannak, neked el kell menni dolgozni, tehát vagy kiveszel betegszabit, vagy van egy kis szabadságod, akkor elmész. Behozod a céghez. Marha nehéz. Vagy beviszed a céghez. Ez baromi nagy gondot okoz egyébként. Mondjuk nálunk ezt nagyon jól megoldják, mert van ügyeletes óvi, de hogy ez tényleg, én is olvastam, hogy ez nagyon sok helyen probléma. Az óvoda egyezet azt mondja, hogy nem tud, vagy nem akar, vagy nem éri meg egyszerűen ügyeletes óvodát biztosítani. Ez totál nonsense. Hát ilyenkor át kell irányítani valahol máshova, de nálunk például ezt nem sikerült most. Hát és te legalább kitáltátok a tábort akkor. Az mondjuk egy jó. Hét, oké, na, de nekünk elvileg augusztus végéig valamivel el kellene foglalni a lányt. Újabb tábor, gyerekek, akkor az én óvodám nagyon jó. Már nem ahol... Nem van egy óvodád? Akkor az én magánóvodám, amit tavaly nyitottam. Kiváló. Sziasztok. Üdvözlök mindenkit a Balázs kockóban. Nem mutatom a felelős óvóbácsit, Balázs vagyok. Nem, tehát nekünk július közepéig tartják a normál óvodát, három hétre vagy két hétre leküldik a gyerekeket, azt hiszem ügyeletes óviba máshova, egy másik intézménybe, és utána augusztus elején vagy augusztus közepén már újra megnyitnak. Nem arról van szó, tehát arra az egy hónapra, amíg leáll, azzal mi is terveztünk, csak nem terveztünk azzal, hogy két hónapra fog leállni, már pedig ők leállnak két hónapra. Tehát nekünk ez a szívás, hogy a Lidusnál kiadják a teljes iskolai szünidőt. És hát egy 5 éves gyerekkel azért elég nehéz. Mert egy hétre elküldöm táborba, oké, akkor elküldöm még egy hétre úszótáborba, oké, és akkor... Például, legyünk őszinték, tehát a legtöbb szülő azért ezt nem mondja ki, mert sokan álszentek, de amikor a gyerekeddel azért 3 hetet otthon kell lenni, a harmadik nap égnek áll a hajad. És ezt nagyon sokan nem mondják ki, mert ugye nálunk megy ez a nagy magyar anya, meg micsoda, meg az én gyerekem sose beteg, sose fertőz, és az én gyerekem jól visel, stb. Ugye ezt ritkán mondják ki. De egy szülőnek 3 vagy 2 hét otthon a gyerekkel, A hajat hullik, kettő, ugye mindenki azt mondja, oké, akkor programozzá. De azért ezt nézd meg, hogy ma egy program, egy állatkert, egy cirkusz, azok, amik igazán szórakoztatják a gyerekeket, egy játszóház, egy strand, mennyibe kerül? Tehát hát, ez nem arról, nem sok szülő nem azért nem megy a gyerekkel, mert egyébként nincs rá igénye, azért nem megy, mert nem tud menni, és nem teheti meg. A gyerekek is valaki igényeit 20-szor kimenni a játszótérre. Otthon vagy a játszótérre, elunja magát baromi gyorsan, egész egyszerűen elindul egy olyan fajta bepörgött állapot, hogy a gyerek elkezd unatkozni, egy unatkozó gyereknél ugye nincs rosszabb, te szülőként megpróbálod lekötni, de nem teheti meg minden magyar szülő, hogy ide viszi, oda viszi program, mert hogy a legtöbb program azért sokszor nem ingyenes. Baromi kreatívnak kell lenni, hogy ma kimentek Dunát dobni, a követ dobni a rakpart, ma Margit sziget, ide viszed, oda viszed. De hogy egyrészt anyagilag is baromi megtalálod. Nagyon két hónap alatt átdobálod az északi partot. Hallod? Hát, csinálsz egy gátat, megépíted a bős nagymarost kövekbe. És akkor ezt vigyázz, halván itt a múlt héten még itt volt több 10 000 darab kő, de már egy. Mi hál' Istennek a Benny ebbe low budget. Tehát őt kivisszük a Margit szigetre, és köveket dobáljon, hogy két és fél órát, ilyen én másfél kilós a végén már. Másfél kilós köveket. És imád köveket dobálni. De hogy ez egy óriási teher, és hogy szülőként sem tudod már csak fizikailag sem megoldani, mert csak egy hét otthon a gyerekkel is szerintem azért az kőkemény. Hát. És amelyik szülő ezt nem ismeri be, annak vagy eminens a gyereke, vagy nem mond igazat. Mondjuk az úszótábor az nem nagyon rossz. Kemény. Az úszótábor az én nekem rettenetes lelkiismeret futásom minden nyár végén. Hát azért, mert én ezt érzem. Tehát ezt érzem, hogy a végére én azt érzem, hogy nekem nagyon rossz hatást gyakorol a szünet a szülő-gyermek kapcsolatra. Kiabálsz velük csúnyán. Nem, hát nem, ingerült vagyok. Hát rossz paszba kerülök tőle. De ez tök értető. És amikor én azt nem értem, amikor jönnek az anyukák üdvözölt mosolyjal, és az első alkalommal, amikor kihirdetik, amikor már el lehet vinni a gyereket
szünetre, és végig otthon tartja, és azt mondja, hogy hát tehát kihoztam, hát miért maradjon bent, akkor mindig olyan szarul érzem magam, hogy basszus, van két ugyan elég eleven gyerekem, de hogy én azért ezt így nem tudom elérni. Ne, Júli, nálunk fél ötkor bezár az óvod, és én hétre megyek érte. Ne, de abszolút. Semmi, addig ott áll a kapu előtt, de már Beni is megszokta. Semmi, dobálja ki a köveket. Ne. Emiatt tényleg ne legyen lelkiismeret furdalása. Tehát ez egy baromi nehéz dolog, és ezt szerintem ez sok szülő nem mondja ki, ezzel sokan szenvednek, hogy egy-két hetet oldjál meg otthon gyereke szülőként, úgyhogy mondjuk nem tudod minden nap másolni. Nincs egy nagymama, nagypapa, nincsenek rokonok, vagy rokon kisgyerekek, meghatározott, ez sok esetben mondjuk, és akkor, ugye, tudod, van ez a barátok sincsenek. Hogy te beadod az ügyeletes óvodába. Hát be, hát mi ez? Tudod, hogy bánnak ott vele? Hát a nevét hát ne haragudj, egyébként beadom. Igen, mondja sok szülő, egyébként teljes joga, miért a rossz szülő, hogy a gyerekét ügyeletes, miért lenne rossz, hogy te ne, hát te leviszed abba az óvodába. Hát mi ez? Miért nem oldod meg? Hát mert nem tudom megoldani. Be kell érnem 8-ra, 5-ig dolgozom, és egyébként nincsenek nagyszülők, meg nincs pénzünk mondjuk egy babysitterre, aki egész nap szórakoztatja a gyereket. Babysitter is pénzbe kerül a tábor is, pénzbe kerül a játszóház is, érted? És akkor tényleg mondhatjuk megint 20-szorra, 100-szorra a játszóteret. Hát aztán a gyerek ott ellibikózgázgatik egy fél órát és utána. És a játszóteret, amit egyébként tegyük hozzá, tehát, hogy 10-ig tudod, hogyha jó idő van, nem ilyen csatakszar, mint ami most. Délben üres a játszótér. Hanem, ha kiviszed 10 órakor, akkor onnantól ha kiviszed kezdet, a gyereket a játszótérre, a tűzön, akkor már nem a gyerek használ, hanem márt az neki, igen. Balázs, hogy nyitsz magánovadát, megvan a névjavaslat. Oti Jovi, Baliböli. Baliböli. Oti Jovi, Baliböli. Gyerekek, a magánovoda nagy biznisz, tehát ezen el kell gondolkozni. Múltkor bementünk, amikor óvodát kerestünk a Wikivel, a Bennek, magánóvoda. Milyen képesítések vannak, kérdezem én, ugye laikus szülőként, hát azért mégis ki fog vigyázni a gyerekre. Mondom, valakinek óvodai képzés, hogy ja, nem, hát az egyik kislány az hostess munkából jött egyébként de óvodára. De szeretik a gyerekeket. De nagyon szeretik a gyerekeket, tudod, és ültél ott, tehát itt megállt benned az ütő, hogy majd ide bead a gyereke. Hostess munkára jött, a másik egy konyhán dolgozott, a harmadik Dezső bácsi a fűtő. A harmadik meg modellkedett, de most nem vált benne, és ezért eljött óvónőre. Csokolom, kezdj csokolom, hát akkor ide. De az ő számát azért elkérte. Jó, hogy. Vali, tematizálnod kell. Átadtam a Vikinek, Viki intézt. Tematizálnod kell, akkor ha már nyitsz valamit. Tematikus óvoda? Így van. Aha. Csak pontosan. Csöndes, nem magatartás zavaros, jó levő, sokat alvó gyerekek. Nem, nem, az hát vannak a nyelvi óvodák, tehát mondjuk angolóvi, az nagyon megy, és akkor te mondjuk csinál egy médiakurzus. Így van. Blueboxban. Így van, médiakurzus, menne. Az első zseb-TV kurzus. Nagyon jó. Na jó van, hány éves kortól lehet a gyereket beadni táborba? Nálad ugye mondhatod, hogy 5-6. Miért nem dobjuk be őket valami közös táborba? Keresünk egy ilyen 4 éveseknek való. Egy tenisztábor, úszótábor, mit tudom én, van ilyen. De ez ugye nem olyan tábor, hogy nap reggel elmegy, este hazajön. Tehát ilyen tábor már van. De a napközis tábor az van, persze. Alvós kell, nem? Hát én még 5 évesen azért nem adnám be. Mondjuk, ha te beadod, akkor beadom én is. Hát világos, akkor én beadom. Hát akkor érted, akkor te vagy a felelőtlen, úgyis. Én csak megyek utánad. Na jól van. Oké, 3:40 múl lesz, 1 perc múlva pontosan. Mindjárt jövünk a nyertessel, akit holnap fuvaroztatunk, jó? Egy gyönyörű F-Type tűzpiros Jaguarral fuvarozzuk be majd a munkahelyére, és jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Jaj, már nézze! Pedig ez egy jó dal egyébként. Majd meghallgatjuk legközelebb, jó? Jövünk a reklám után. Morning Show. Klassz FM-en. 3:40 múlt, 2 perc. Bátora Júlia, azért arról beszélgettünk itt, nem? Egy hétre 5 éves gyerek, az bátorság. Ő ismeri a gyerekeit, ő tudja, hogy mit bírnak, mit vállalhat, meg mit. Igen, nem merném beadni. Én nem. Én annak idején a világ 5 éves korában annyira pörgött reggeltől estig, annyira folyamatos figyelmet, annyira folyamatos odafigyelést igényelt, hogy mi nem mertük volna. És nem csak a gyerek miatt, hanem amiatt a felelősség miatt sem, amit egy másik ember testvére, aki életében először találkozik a gyerekről, nem beszélnek egy nyelven. Igen. Ott van a tesója, 7 éves, az már segíthet, de ez bátor döntés. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszéltünk. Ugye a bűvös hetes évfordulóról, mert hogy kiderült, hogy Feriék most ünneplik, vagy ünnepelték, vagy fogják, de hogy a 7. évet tapossátok, és arról beszélgettünk, hogy átok, áldás. Igaz-e a teória, hogy sokan elválnak, nem válnak? Az SMS-ek bebizonyították, hogy lehet benne valami. Egyébként meg sokan azt írják, és igazuk van, hogy most menjek haza, azt mondjam azt, hogy vége. Csak akkor nincs az a cirkusz. Hát ennyi most törcsölsz. Mindig igazuk van. Menj haza. Meg a leszálló ágat. A gyerekeket, érted? Csúcson, most még nincsenek rossz élmények, ha majd visszagondoltok erre az egész. Igen, mert nincs az a rettegés, hogy mi lesz. Összeházasodsz, házassági szerződés, házasságban szerzett vagy, közös vagy. Nem kell. Én most felhívom egyiket a békát, ha te nem mered. Adod a telefont, adod a számot, én megmondom neki, hogy most ennyi. Ennek a történetek vége van, de hát mindegy.
csak a szép. De most mondj valami, mondj valami durvát, hogy te nem akarsz beleavatkozni a kapcsolatotokba, és Béka, ne arra úgy rácsolják, de a Feri éppen most kapja el a takarítónőt a férfi vécébe, és te csak egyszerűen szólni akartál. Most ő nem erre gondolta, Jani, tehát úgy mesél véget a dolog. Nagyon aljas módon már se. Tényleg nem akar semmi durvát, de egy 70 éves ma, mert gyógyszol a Feri a férfi oldóba. És félj, Béka, én nem tudom, hogy te vagy vele. Én már találkoztam azzal a takarítónővel, sőt, itt volt, és mégis felsikoltotta. Na, szóval erről beszélgetünk, hallgatóink írtak nekünk rengeteg SMS-t és bebizonyosodott, hogy lehet benne valami, kell félni ettől a bizonyos hetes számtól. Valamint ugye készülnek bevezetni Magyarországon is egy alkalmazást, ami elvileg már letölthető, hogy most működik, nem tudjuk, ez egy Uber nevezető alkalmazás, a taxisok rémálma, fővárosokban már tüntetnek ellene, Németországban, Párizsban, Franciaországban, Amerikában, mindenhol lázonganak a taxisok, mert az alkalmazás arról szól, hogy bárki letöltheti, és vihet embert. Ugye nincsen pénzforgalom, az alkalmazás alapján fizetsz, én vagyok a sofőr, te vagy az utas, te utazni akarsz, én utast akarok vinni, találkozunk egy alkalmazás alapján, elviszlek, levonják a pénzt, és szállíthatnak. Ez az alkalmazás készül bejönni Magyarországra, hát szkeptikusok vagytok egy picit, sajnos csalódnom kellett. Annál még talán kicsit durvábbat is mondanék, de. De én letöltöttem, úgyhogy az első Uber fuvarom lehet, hogy már meg lesz ma délután. Erről beszélgettünk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Jó, nevethettek ebben, most még nem hisztek. Most megnevettek, már egy csomó ötletemért megnevettettetek. Vagy ettek. Vagy valami. Rengeteg ötletemet kinevetitek, na majd délután nézd meg, egy Uberessel több lesz. Holnap már lehet, hogy szállítottam valakit. Hát nem tudom, hogy ennek a felvétel, a fuvar felvételnek a része ez hogy fog menni. Szinte már látom magam előtt. Bejön a hívás az Ubertől, az Uber jelzi neked, hogy lenne egy fuvarod. Már kis van nyom. Van két órám, hagyj aludjak már egy kicsit. Takarodjatok már. Ennyi gyalog. Hello Csabi, jó reggel. Jó reggel. És szerintem mindenki azt fogja várni, hogy mikor jelentkezel be te. Tehát, hogy mindenki veled akar majd utazni. Az összes többi az mehet a levesbe. Az alkalmazást letöltöttem, hogy ez működik-e Magyarországon jelen pillanatban, nem tudok. Most kell számlát csinálnom, e-mail, mobiltelefonszám és jelszó, ezt kell megadnom, és utána majd küldenek nekem mindenféle iránymutató dolgokat az e-mailemre. De én kérhetem, hogy engem te szállíts? Tehát mindenképpen te gyere, értem? Azt nem tudom, hogy kérheted-e. Ha egy helyen vagyunk, és látja az alkalmazás, hogy én itt vagyok kint a sarkon, te pedig kérsz egy Uberes taxit, akkor minket összeköt, hogy lehet-e kérni, ennyire nem ismerem a rendszert. Tehát ezt nem tudom. Pedig már látom magam előtt, hogy lezúzol hajnal 5-kor az M0-áson keresztúrra, Csabiért. Tovább megy Rákoshegyre. Aztán visszazúzod az M0-áson megint haza. Na jó van. De jó lesz az. Jó van, hívjuk a nyertes, akit holnap mi is taxisztatunk, ugye, mert hogy van egy rendezvény, ugye ez a Top Gear Live, és elhangzott egy kérdés, hogy mikor rendezik meg a Top Gear Live-ot Budapesten. Jön hazánkban ugye a Top Gear adása, tulajdonképpen egy élő aréna show erejéig. És ennek örömére holnap valakit mi elhozunk. Hello, Morning Show, Balázs, szia! Szia, Balázs, szia! Hello! Itt a Jani, meg a Csabi, meg a Feri is. Hello, Barbie! Sziasztok, hello! Barbie, jó helyen vagyunk? Persze. Hello! Barbie, Barbara? Mindegy, nem? Vagy Barbie. Hol laksz, Barbie? Jelenleg a 10. kerületben, Belényes utca 9. Hú! Kicsit izgultam, hogy Miskolcot mondasz? Ilyen racsba szólsz, egy ilyen verda. Mi álljuk a benzinpénzt? Rohadtul izgultam. Miskolc és Nyíregyházára megy legalább. Nem Miskolc. Nem, csak nem, mi értjük, viccelődünk, mert hogy a műsornak a profiljából ez adódik. Barikám, Budapesten laksz a 10. kerületben, és hova mennél majd holnap? A keleti pályaudvarhoz. Ó, hát az egy olcsó fuvar lesz. Jó, azt Jani pont gyűjtőkártyájában is megcsináljuk, mert az nem egy nagy távolság. Bár jobban ültünk volna neki, hogy az Alkamáté téren is. Bárhogy is hívják most. Igen. Barikám, mivel szoktál megérkezni a munkahelyedre? Vicces, mert most még nincs munkahelyem, szóval munkakereső vagyok. És holnap elmész egy állásközvetítő irodába egy gyönyörű Jaguar F-Type tűzpiros kábrió gépjárművel? Nem, hanem a páromhoz megyek a pályaudvarra, aki megy állásinterjúra. Aha. Jó, mert mondjuk egy állásinterjúra beállítani egy
tűzpiros jaguárral, akkor visszakérdeznek, hogy magának állás, minek? Hát jött tanítani, jött okítani. Jó, Barbie, figyelj, akkor megbeszéljük adáson kívül a részleteket, mi holnap téged eltaxisztatunk, aztán, hogy a barátodat is el tudjuk-e még vinni oda, ahova megy, még lehet, hogy az is belefér. Jó, hogy te a keletinél kiszállsz, váltasz egy kis valutát, és addig... Sehol másra egy kis valutát leváltasz, hogy gyorsan, és addig a barátodat lehet, hogy elviszük még erre az álláskeresésre is, jó? Mert ez nem egy nagy távolság, tehát nagyobbra voltunk berendezkedve. Jó? Rendben van, oké. Hívunk adás után, Barbie. Rendben, köszönöm szépen. Ültél már ilyen gyönyörű szép autóban? Nem. Na, holnap reméljük jó idő lesz reggel, és akkor kábriózol egy jót, jó? De jó, rendben, köszönöm szépen. Köszi, Barbie, puszi. Puszi, sziasztok. Hello, hello, hello. Na, Barbie-nak akkor ez egy nagy élmény. Tök lesz. Aztán tudjuk, és belefér a keretbe, akkor még visszük tovább is. Barbie barátját. Azért az menő, hogy állás interjúra így elmenni egy F-type. Szép ez az F-type egyébként, gyerekek. Komolyan. Nézegetem, igen, igen, igen. Lehet, hogy veszek belőle hármat. De. Úristen. Annyira bírom, hogy ilyenkor az arcotokat szeretem ilyenkor. Hívjuk a naphallgatóját már is. Minden megteszek, hogy utáljanak, nem? Sikerül. Nem, az a baj, hogy valaki el is hiszi. Igen, az a baj, hogy valaki ezt komolyan veszi. Morning show. Az bizony! Jó reggelt! Sziasztok! Hello! Ott! Hello. Most! Most! Hey! Nem írtad alá, hello! Edina vagyok. Sziasztok. Edina! Hol hallgatsz minket, Edina, helyileg? Budapesten. Budapesten. Na ugye taxis élményeket vártunk a mi hallgatóinktól, csak negatív tapasztalatokat. Nyilván pozitív is sok van. Nagyon sok jött, azt írta nekünk, hogy taxistól végighallgattam a prostata problémáit, és a rávaló gyógymódokat. Én lány vagyok. Igen. Igen, 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 valami pálma, fú, nem is tudom, pálma gyökér, vagy valami. Azzal kell kenegetni? De hogy ő beült és kezdeményezett egy beszélgetést, majd ez így előjött hirtelen? Nem, én ültem be. Mi volt a baj? Hülye vagyok, te beültél, igen, és elkezdett erről beszélni, hogy képzeld, mi a helyzet? Nem tudom, hogy került szóval, mindegy, az volt a lényeg, hogy már így, én ezt így végighallgattam, hogy a prostata probléma. Jézus, de hogy kezdett bele, hogy remélem maga kényelmesen ül, mert nekem már vagy két hete nem nagyon. Nem, valahogy arról volt szó, hogy nem is tudom, hogy kezdődött el, mert iszogattam, mindegy. De végighallgatta türelmesen. Végighallgattam türelmesen, igen, és gyógymódokat is azt mondta neki az orvos, hogy ne üljön sokat, valami ez volt a lényeg, tehát így indította a beszélgetést. Na jól van. Oké, te vagy a naphallgatója, jó? Küldünk neked egy... Köszönöm, nagyon aranyosak vagytok. Szép kis ajándékcsomagot, jó? Köszönöm. Köszi, hogy hallgatsz minket, ciao. Sziasztok. Hello, hello. Csabikám, remek zenék nálad? Igen, de előtte még mondanám, hogy játékkal térek vissza, mert ugye én is Szabin voltam veletek együtt. Micsoda egy héten keresztül. Hogy nem. Na most nem marhatok belém, mert ti is Szabin voltatok. Jön a kódos lágerek a Klassz FM-en, minden órában megjelölök egy dalt, egy kóddal, ez egy szám lesz 0 és 9 között. Aki tudja a kódot, tudja a dalt, nyerhet, minden órában van ajándékcsomagunk. De érdemes az összes kódot felírni, délután is megy majd a játék, a Klassz délutánban, és aki tudja mind a 8 számot, az egy virtuális széfet tud majd kinyitni vele, és megnyeri a napi fődíjat, ami ma például egy fesztivál csomag, Balaton Sand bérlettel 2 darab van, egy darab két személyes sátrat is lehet vele nyerni, plusz még 50 000 forint egy bankkártyára feltöltve. Ez tehát a mai napi. És minden nap változnak ezek a fődíjak, sőt a napi vagy az óra közbeni nyeremények is, úgyhogy érdemes fülelni, játszani és zenét hallgatni, mert az lesz. Balázsnak ne tartsák is adást a széfről. Hallod? Ha valaki tudja, mi ez a szép az ő. Azt hiszem, 450 adást csináltunk meg belőle. Akkor még mondok neked egy Avicii újdonságot is, kedvencem. Avicii. Avicii. Jó Avicii. Aki Adam Lambert-tel egyébként világ egyik legjobb énekesével közösen hozza a Lay Me Down című slágert. Meghallgatjuk. Csabi jön a kívánság műsorral 555-55-00. Ha szeretnétek tőle dalt kérni, tegyétek meg, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao.